mai nap Samu István fog beszélgetni vendégeinkkel. Sajnos ez a kilepítés rész az a A-verziónál maradkozik most nem valósul meg. Én azt hiszem, hogy a személyes kommunikáció mindennél felkolta minket. Viszont amikor önök majd a kérdések, amikor oda kérdünk, hogy a kérdéseket teszek körben a vendégeinknek, én fogok majd önökkel ilyen tekintetben kommunikálni, így osztottuk meg a feladatainkat, tehát akkor majd fölteszi a kezüket, az egyik esetben jól vissza a mikrofont és történetünk. A kérdésem csak az, hogy ne véleményeket formáljunk meg. Mindenkinek nagyon tiszteletben tartok a véleményeket, mindenkinek van véleményem a titáról nyilvánvalóan, hanem konkrét, egymondatos kérdéseket kérünk, ezzel egymás idejét is lerúgoljuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindenkinek jó szórakozást! Tiszteltel köszönöm én is a közösséget, keres útai a körülményben nagyon számunkra, hogy ilyen problémát okoztak számunkra, hogy ennyien megjelentek, nagyon szépen köszönjük még egyszer, mert a klubat és meghallás nekörül tisztelet, hiszen nagyon rég volt ilyen, hogy A és B-re zót kellett beiktatnunk. Természetesen jó lenne, mert Eurotóniónak is lenne A és B-re zója, vagy más kérdés megoldása, nekünk volt B-re zója, úgyhogy talán ezért érdemesen kivéptük ezt a helyzetet. Én is nagy szeretettel köszönöm a vendégeinket, és Nobel Jött Tamáról ránézve egy kis feloldottam, hiszen láttam, hogy ő is puskát vett elő, hát akkor lehetséges, hogyha egy ilyen formátum emberületre feljött, Felnök úr is jegyzettel, akkor én is előttem a saját kis puskáimat, és merem használni. Bemutatom önökék vendég életútját, esetleg, hogy még közelebb hozom önökkel, önöknek a téma kapcsán az itt való szereplés okán. Nográdi György 1949. május 22-én született Budapesten. Zsegnáns asztali fedezhető, nem tudnál róla, és a kedvenc Szofia ez mellett a tanulásról, illetve az utazás és hát a hobbi között még ott szerepelt az úszás és a bélyegműtés, amire szerintem már nincs ideje. 74-ben írta meg a doktori disszertációját, természetesen a német politika, tehát gazdaságpolitikáról, habilitációját, egyetemi docentusra, egyetemi tanárát 97-ben szerezte, és hogy nehogy megálljunk a történetben, a közgazdasági tudomány egyetemen tanított, a Budapesti Műszaki Egyetemen tanított, ezen kívül az Illimikus Nemzetvédelmi Egyetemen szintén hadtudományból doktorát, a Corvinus Egyetemen tanít, mind a mai napig, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egyaránt, tehát nem tudom, hogy tud pihenni, ez mellett a történet mellett, és mind a mai napig szoros kapcsolatban áll szakemberek szét a Magyar Honvédség számára, és hát arra a legbüszkébb, ha elmondhatjuk, hogy második magyar emberekként a NATO szakrefereseinek és táborokának tartott helyzetet és ismertetést és előadást, hogy mi a helyzet, mi a vezetőinek, hogy mégis mi történik a világban. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem akárki vagyok ma, és persze, is nehéz volt, higgyék el. Tehát én a következő kérdés nem illetlenül, de mindjárt szintelnék fel, és aztán elején a szintén az életpályáját végkísérve bemutatnám. Tehát a tanárulnak egyetlen és egyszerű kérdésem van, miért biztonságpolitikusnak, miért nem biztonságpolitikusnak tartja magát, mert ugye azt mondja, hogy közgazdász. Évesség kívánok, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Az életre, hogy szerint nem igaz, de ezt mondom, hogy én eljöttem. Én három szóra, hogy ilyen vágyak, aztán válaszolok egy puska. Én úgy jöttem meg, három napig volt minden évben a német katonai felsővezetés tovább kérdése, ahol többet össze a német titkos szolgálat igazgatója tartott előadást. Én részt vehettem a volt szocialista országból egyetlen megírtak, én nem hoztam az anyagot, fantasztikus volt. Ha egy szóba jön, akkor érdekes beszélni róla. A második a bélyegműtés, én ezt 16 éves koromban hagytam, és kb. 5 évvel ezelőtt újra lőhettem, szórakoztat és élvezem. A harmadik és utolsó megjegyzési a NATO-ban másodiknak mentem, ez igaz, de az ilyen még mondatot hozzá kell fűzni. Fölhívta a telefonon 89 körül, hogy annyi NATO vezető lesz, hogy lépek egy segítőt magammal. Én mondtam, hogy kettő, mondták, hogy jó. És akkor kivittem magamra a mérnek, aki ül a harmadikai nyerésorba, és az akkor 4 éves kislányom van. Tehát lehetően át is kérdezték, hogy hova segítő, ha
hogy tudok válaszolni, vagy nem. Tehát ilyen különösen segítőre nincs szükségem. Biztonságpolitika. Én 5 évente tovább tanulok. Minden nap, ami 2-3 órát tanulok, mert aki egyszer abba hagyja az állat, én valamire szeretem, amit csinálok, szórakoztat. A nejem közöltetlen, hogy csúnya szavakat nem mondani, tehát valamit nem mondtam, és mondta, hogy nőpoénokat nem mondani, hogy nőpoén sincs. Tehát most én kérdezem, hogy elvégeztem a közszáz, utána a közszakot, kis doktori kandidátusi, professzori, elvégeztem a NATO akkori legmagasabb súlyát, elvégeztem a Német Petrókai Akadémia megfelelő kurzusát, és valami boldog vagyok, 66 éves vagyok, hál' Isten, család rendben, egészségemet így rendben, a lányom parancsolt egy 10 kilót folyamatosan ebből hetet lefogtam, ami a 6 hét alatt, tehát nagyon meg vagyok elégedve. A többi pedig meglátjuk, egy utolsó megjegyzését befejeztem. Előadás előtt mondtam, hogy valaki jöjjön ide helyettünk és tartsanak az előadást, ezt nem fogadták el. Annak idején a legismertebb színsebész a Bernhard volt, egy dél-afrikai srác, aki sorra csinálta a színműtéteket és a fórumokat. És több a 25 fórumon is ugyanazt kérdeztem, hogy egy barabja mondta, és kiütette a sofőjét, hogy válaszolja. Na, és a sofőr minden fórumon végül mindenre tudott válaszolni, és egyik fórumon valaki föltett egy olyan kérdést, amit pedig soha senki. És az összes sofőr ezt annyira bűnik, hogy eddig a sofőröm is tud válaszolni, kijött a Bernhard. És remény jó, hogy következik, hogy sutakoltunk természetesen, olyan az kell. Tehát egy kicsit 1960 évben született, 90-ben a Kubinus Egyetem Magyar Történelemszakos diplomát szerzett, majd a Nyitra Egyetem tanársegély, Budapesten tanult Közép-Európai Egyetemen 93-94 között politológus diplomát szerzett, majd 95-ben a New York-i School of Research tudományos munkatársa volt, és tovább közéleti élet következik Csemadot, 98-tól az NKPO szemeseneségének tagja, majd 99-től az építési minisztériumban dolgozott természetesen a kormányhivatalon keresztül, a kormányhivatalban régiófejlesztési osztályvezetője is volt. 2002-től a szlovákiai parlament képviselője, és itt van számunkra az érdekes történet, a mandátumát meggyakorlatilag, és 2002-től és 2006-ig külügyi államtitkárként tevékenykedett, és hát sajnos majd nem sikerült ma olyan képeket előkerült állnunk, amiket még a nyilvánosság nem látott, hiszen hozott az elnök úr ilyen képeket a harmadik világból, ahol a külügyi szolgálatait végezte, és amit a tapasztalatot, de meg fogjuk kérdezni. Ezek után a szlovák parlamenti elnöki bizottságának is az elnöke volt, és 2010 óta, 2010 óta a Csáki Pál után a Magyar Közösségpártjának az elnöke. Elnök úr. Külügyi államtitkárként hívtuk el ide ma, hiszen külügyi államtitkárként találkozom azzal a légióval, ahol valóban ez a helyzet kezdődött, eszkalálódott, és gyakorlatilag mind a mai napig tolong. Államtitkárként a harmadik világban milyen tapasztalatok, milyen élményei vannak, ha esetleg ezzel tudnak néhány percet szállni. Köszönöm a lehetőséget, és mindenkit üdvözlök ezen a testén. Hát utoljára 89-ben volt közéleti témára, talán ilyen fogékonyság, mint most tapasztalható a bevándorlás környékén problémára, illetve a biztonságpolitikáról egyáltalán. Tegnap, egészen véletlenül pont tegnap az egyik magánegyetemnek jöttek fel, éppen az emlékeimről, tehát úgy időszakról egy ilyen előadás, és semmi más nem érdekelte a hallgatókat, szinte csak a migráns probléma. Tehát ez valóban az embereket ma nagyon érinti. Amikor bekerültem a külügyminisztériumba, Eduard Kukán volt a külügyminiszter, első felvidéki magyarként, remélem, hogy nem az utolsóként, már azóta sem volt magyar államtitkár, a második civil kormányzatban, akkor a miniszter azzal fogadott, hogy államtitkár úr csodálatos területet fog kapni, Afrikát, Közel-Keletet, ez mind a magáért. Borzasztó szomorú voltam, csatlakozás előtti időszak volt az Európai Unióhoz, a kutyát nem érdekelte akkoriban Afrika, Közel-Kelet, Szlovákiában, mindenki az Európai Unióval foglalkozott. 2 évvel kellett, amíg elértem azt, hogy a miniszter mellett ott lehettem a külügyi tanácson, tehát a külügyminiszterek tanácson az Európai Unión belül. Óriási tapasztalat volt, de ma este tényleg egy kicsit azt sajnálom, hogy ez a vetítés most nem sikerülhet, mert a fejlesztési támogatást kaptam meg belépőként, mint új témát a külügyminisztérium belül,
azzal, hogy Szlovákia elnyerte az OECD tagságot, és azzal, hogy elnyerte később az Európai Uniós tagságot, ezzel Szlovákia is kötelezték ezeket a nemzetközi szervezetek, hogy pénzben, konkrét pénzben, fejlesztésben támogasson fejlődő országokat. Ez abban az időben Szlovákiában egyáltalán nem létezett, tehát volt szerencsém elsőként Szlovákiából vinni a szerény támogatást néhány célországba, annak pedig sokat töltjük a fejünket, hogy mit legyenek a célországok. A volt Európa Uniós tapasztalt országok azt mondták, hogy ne választunk sokat, meg sok pénzünk nincs, keveset választunk, és lehetőleg olyat, ami a régi rendszerben Csehszlovákiának kapcsolata volt. Hát ilyen volt Szudán, amely annak idején Csehszlovákiával több területen kooperált, és ilyen volt Kenya is, úgyhogy végül ezt a két területet választottuk, ahová vittük a pénzt, és ma igazán ma este kicsit sajnálom, hogy ez a vetítés nem sikerült, és a mai napig a kutyák nem érdekelte, hogy ezen a területen mit csináltam. Most kezdődő embereket érdekelni. Tudtam volna képeket mutatni a menekültáborokról, amit Szudánban volt módon meglátogatni. Elsősorban a keresztény menekültek voltak Darfur részéről, ezekben a menekültáborokban nemzetközi katonák védték. És hát azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy ma a közel-kelet az, ahonnét áramlanak ide a bevándorlók, de ez nem az egyik olyan régió, ahonnét érkezhetnek további bevándorlók is. A szubszaharai régió, Szahara alatti Afrika, szintén egy olyan vidék, ahol nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ne legyen egy második Szíria, nagyon oda kell figyelni, hogy a támogatások célirányosak legyenek és megőrizze a nemzetközi közvélemény a békét, mert több Szíria is alakulhat egyébként még ki, ahol még elsősorban ebben az irányból fognak jönni, a többi talán a következő kérdés. Köszönöm szépen, én három, négy pontra rálépekből. Egy. Én készakarban nem hoztam el, a körülbelül 7 múlva jelenik meg a memoárom. 200 példány előre kihentettek a magának. Csak szorik vannak benne, és csak menjen oda a külpolitika. Ez a legbább helye, ha valaki érdekel legyen meg. Az a cím, hogy 40 év alatt a föld körül és 1-2-3, ez egy kutatóhoz én ragaszkodtam, mert minden tévéműsorról mondok egy, csak egy, kettő. Én most úgy kerültem ide, hogy már milyen lettek a kiállítása volt a képesső művész, és így kerültem ide, tehát ha valahogy gondolják, hogy jó volt az előadásom, azt köszönöm, de ezt meg kellett köszönni, és nem lehet. Három. Itt elhangzott, hogy milyen sztorik voltak Szlovákiának a harmadik világban. Én egyetlen sztorik vagyok ugye fel, ami Magyarországon volt. Elkezdődik a Falkland háború. Talán emlékeznek rá, összecsap a karmetén és brit hadsereg. A háború gazdag kell, hogy az USA műholdas évszerző adatokat kinek ad rá Nagy-Britanniának. A Falkland háború pillanatában az illetékes magyar miniszterelnök helyettes Argentinába tártal, és az államfőkei vagy talán egy gazdasági szakember volt, milyen segítséget ad Magyarország a harcoló Argentinének. Szegény fogalma nem volt, végül azt mondta, hogy minden morális támogatás. Vagy a magyar állított országot, magyar flotta kifut Cseppelről, végül a Dunán gépartárnál szételik a briteket, szóval kicsit másra. És a utolsó megjegyzés, Kenya. Mi minden évben mentünk, nekem a gyerekkel, van egy 31-es lány nyaralni, és a Dunán egyik leszekútja volt Kenya. Nagyon sajnálom, hogy a helyzet annyit rólott, hogy ma már biztonságban sajnosságban kéne. Köszönöm szépen! Haladnánk tovább, és egyre komolyabb kérdéseket fogom most már föltenni, mert a vendégeimnek. Méghozzá az alaptavasz, ami gyakorlatilag két országot érintett. 2009-2010-ben kezdődött el, ugye? 2011-ben a szíriai válság polgárháború is kitört, és gyakorlatilag 2015-ig írunk ma. A bevándorlás olyan, és a mindenki vendégemtől kérdezem, hogy miért jelent, tehát 2015-ről beszélünk nyomájában, amikor elindult, amikor érezhető volt, személyes tudtam, hogy lehetünk a bevándorlásnak, hogy miért most kezdődött meg ez a hatalmas nagy tömegállat, miért nem az elmúlt 4 év folyamán. Én nagyon szépen köszönöm, ez már egy kemény kérdés, próbálok reagálni egy aratavasz. Az aratavasz alapvető tragédiája az, hogy az összes nyugati szakértő azt mondja, hogy az arab világba győz az amerikai képviselő demokrácia. Ez egy baromság. Nincs meg a feltételem szerint kettő. 5 éve az arab tavasz szervezete után ki kell mondani, hogy az arab tavasz sehol nem ért el stratégiai céljait.
egy országon, ahol hősztélókat elért, ezt úgy nézi, de ott az iszám állam minden megtesz, hogy szép legyen. Három. Az alapvilág vezetője volt, van, lesz egyúton. Nagy terület, nagy lakosság, központi helyzet. Négy. Mi az alapvilág definíciója? Európai Unió azt mondja, Marokkótól a Sátel Arabig, tehát az iraki átlagáig. Mi az alapvilág definíció? Igen, ez plusz Törökország. A kettőt nem tudok közelíteni, teljesen más definíciórendszer. Mi a következő probléma? Ugye nyugodtan választani kell, és elnézést, én most pászatot mondok, hogy különben itt alszunk. A nyugodtan választani kell, ki a partnerem, az a mocskos diktátor, aki engem kiszolgál, vagy az a csodálatos demokrata, aki ellenem lépöl, és megnyerte a demokratikus választásokat. A mai válasz az, hogy nekünk a diktátor kell. Igen, de elzavartuk Mubarakot, és megöltük Kadhafit. Kadhafinak miért kellett meghalni? Volt olyan postoba, hogy bejelentett, hogy Sárkozy kampányát ő fizet be. Én akkor azt mondtam, hogy ez igaz, megölik, ha nem igaz, megölik. Megölték, Sárkozy tiltakozott, és kidőtt tényleg ő Kadhafi is adott pénzt a kampányába. Nem akarok most belemenni, hogy a Hillary Clintonnak komoly esélye lesz. Akkor előszerük, hogy milyen pénzekből halljál most, katasztrofális eredmények fognak kérni. Így indulok. Ottól kezdve a Líbiában, véget ér Kadhafi önkény uralma. Előbb két, majd most már három kormányban, az egyik az iszlám államé. Ettől kezdve a helyzet katasztrofális, mert ettől kezdve Fekete Afrikában megindul a tömeg, mindenütt elszedik tőle a pénzt. Líbiában már a kormány is szedi a pénzt. Ő zárójelbe jelzi meg az iszlám államot, 250 km tengerpartot ellenőriz, zsenerálisan csinálja maga ugyankal, hogy Szíria kapcsán le lehet menni, kinek milyen koncepciója van. A Fekete Afrikában elinduló migránsoktól elszedik a pénzt, és a pénz egyharmadát megkapja a helyi rendőrség. Tehát a helyi rendőrség abban érdekelt, hogy minél többet lehet kimenjen. Szeretném elmondani, és én mindegyet hagymegyek, nem tudom, milyen migráns kérdések lesznek. Nekem meggyőződésem, hogy Európa 28, tehát az Európai Unió vagy képes közösen cselekedni, vagy egy nemzeti megoldások jönnek, és jelenleg ott tartok, hogy Európa végveszélyben manőverezte saját magát. Pont. Egyszerűnek a menekültek. Azt szoktuk mondani Szíriából, ez igaz, de pontatlan közel és középkeletről, és egyszerűnek a menekültek Fekete-Afrikából. A Fekete-Afrikai vonal ilyen keresztül vezet, Líbek nem jönnek, ezt is szeretném elmondani. Ha óvatják érdemes belemenni, hogy kinek mi a koncepciója, én most jöttem haza, ahol a német titkosszolgálat vezetője azt mondta, és lejegyzeteltem, napi 10 000 embert nem lehet kontrollálni. Terroristák jönnek be, nem tudjuk ellenőrizni őket. Azt mondta, hogy jelenleg 740 németről tudják, hogy az iszlám állam mellett harcol. 240 ért haza, ezektől terror merényleteket várnak. 100 német volt meg, akik ezek muzulmánok, de német állampolgárok, akik az iszlám állam oldalán harcoltak. Tehát elképesztően furcsa helyzetek vannak, egész Európa radikalizálódik, megy jobbra. Utolsó mondat. Ma először Németországban lakosság 51%-a van a migránsok ellen. Ez az arány egy hete 34% volt. Tessék levonni a következtetéseket. Megint visszatérnék a 2002-2006-as időszakra, amikor már az Európai Unió különféle fórumai ott lehettünk, akkor elénk került egy javaslat, amelyet elsősorban a dél-európai országok tettek az asztalra, hogy ki kell alakítani Észak-Afrika irányában, valamint a teljes jogú tagság és a stratégiai partnerség között. Mi ezt borzasztóan nem értettük, annak idején, hogy erre miért van fontos, hiszen a diktátorok vannak. És ezt mondta az Egyesült Államok, ezt mondta a demokrácia bajnokai időként, különböző országokban és Szlovákián belül is, hogy szó sem lehet róla, hogy Észak-Afrika irányában az Európai Unió ilyen nagy mértékben is van. Azt kell megmondjam, hogy valóban a kelet-európai országokban, önkritikusan mondom ezt, nem volt meg az a tapasztalat, ami fölméri ezt a veszélyt, ami előbb az országokból ide áramolhat. Ez a javaslat annak idején nem került még csak megvitatásra sem, mert mi is azt hallottuk, hogy elsősorban a balkáni országokkal kell rendezni a viszont, és a balkáni országokat kell fölvenni az Európai Unióba, mert ott láttuk a komoly veszélyt. Ugye, ha Balkán destabilizálódik, akkor egész Közép-Európa destabilizálódik, és ezzel Európa. Ebben igazunk volt.
de ezzel párhuzamosan valóban a francia, spanyol, olasz javaslat nem érte el azt a súlyát akkor, még egyszer mondom, ez azért 10 évvel ezelőtti történet, amit most már látjuk, hogy kezelni kellett volna. Mondanék még egy problémát, amiben önkritikusan kell egész Kelet-Európa vagy Közép-Kelet-Európa nevébe felépni. Mi is tapsoltunk, hogy a Saddam Hussein megdöntésének, Saddam Hussein diktátor volt, kétségkívül diktátor volt, szunitaként elnyomta a sítákat, egy millió más dolgot végzett, de mi van utána? Tehát utána azt látjuk, hogy ott a nagy káosz, és ezt megint csak ugye annak idején néhány nyugat-európai ország azért elmondta, hogy emberek nem kéne fejjel rohanni a falnak. Siraknak volt annak idején ez a híres kijelentése, hogy a kelet-európai ország ebben a kérdésben talán hallgathattak volna, borzasztóan megsértődtünk, sértő is volt ez a mondat. Ugyanakkor el kell mondani, hogy abban igazuk volt, hogy tehát megdöntötték Saddam Hussein, de a békét nem tudta megnyerni, sem az Egyesült Államok sem megnyitani, sem más. Tehát ezek a gondok valójában nem most kezdődtek, volt ennek egy fölfutása, és ebben még kelet-európaiak nem igazán láttuk a perspektívát, és most nem csak a szerint személyre gondolok, az egész visegrádi négyek ugyanazt a követ fújta, hogy Balkán, utána pedig Ukrajna, Moldávia, kaukázusi országok, ez az Európa Uniónak a fontos, az észak-afrikai országokkal nekünk annyira nem kell foglalkozni, ez valójában a dolgot. De én azt hiszem, hogy most átbillent a másik oldalára a dolog, én azt hiszem, hogy most a visegrádi országok látják jól a helyzetet, és a nyugat-európai azt kell mondjam, áltolerancia az óriási problémákat okoz. Hogy mondjak egy konkrét példát, ezen a héten megyei alelnökként, Nagyszombati megyei alelnökként kellett volna fogadnunk egy azerbajdzsáni delegációt, érkezett volna egy kormányzó és két komoly üzletember. Nem tudtak eljönni, mert 3 hétig nem tudták elintézni a schengeni vízumot. 3 hétig nem tudták elintézni a schengeni vízumot, jövő héten fogadjuk őket. Valamelyik kolléga találva megígézte, hogy az a baj, hogy csak 3-an jönnek. Ha 30 ezeren jönnének Azerbajdzsánból, akkor megázolhatnának Európába. Ez az a kettős mérce, ami jelenetben van, hogy jön 3 ember, akinek Szlovákiában haszna lehetne, tehát üzleti kapcsolatot, fejlesztés akármi, azok nem tudnak bejönni, mert a schengeni vízum elintézése akadozik, de ha jönnek 30 ezeren, nem tudjuk kicsodák, azokat a humanizmus és a tolerancia nevében mindenkit be kell fogadni. Ez így nincs rendben, ez így nem helyén való. Ez valahol tényleg egyfajta humanizmus mögé bújtatott vak politika, ugyanolyan vak politika talán, amit mi gyakorlódunk annak idején Észak-Afrika és Közép-Afrika irányba. Négy szót szeretnék hozzáfűzni. Négy pontot. Fújik jelenleg az Európai Unió és Afrikai Unió közti tárgyalás. Ez nem minden jelenik meg a sajtóban. Hihetetlen érdekes, hogy ki mit kér a másiktól. Mit mond Afrika? Adjunk pénzt. Ez egy hosszú dolog lenne, 30 éve ezen gondolkodunk, hogy adjunk, mennyit adjunk, stb. Én mindig azt mondom, hogy ha adunk pénzt, először is a döntő részét ellopják, zárják bárhol a világon, ezért nem kell Afrikába menni. De 10-15 év múlva lehetne valaki hatással, de az hosszú táv. Tehát Afrika két dolgot kér tőlük Európától. Egy, adjunk pénzt. Kettő, állapodjunk elég éves kvótába. Ahány afrikaiak befogadunk. Ez Európának korrekt, zárójel. A németek az ott tanuló diákok 50%-át tartják ott, mert szó szerint azt mondja a német kormány, hogy megindult a harc az okos fejekért. Mit kér Európa? Hogy Afrika fogadja vissza a gazdasági migránsokat. Ezt elfogadták. Jelezni szeretném, hogy ez most folyik, tehát ez érdekes. 4 pontot írtam fel a második Balkán. Én nagyon szégyellem magam, hogy 14 évet rendeltünk a Balkánon, 40 nyáron átszállodát vezettem a tengerparton. Nem akarok belemenni, én úgy érzem, hogy többé-kevésbé ismerem a balkáni folyamatokat. Minden háború, háromszög háború volt, ahol két fél, akik kevésbé gyűlölik egymást, összefognak a harmadik ellen, akit jobban gyűlölnek, és ezek mindig a szerbek voltak. Volt egy Gáton nevű Nobel-díjas professzor, aki a következőt mondta, nagyon szeretem a balkáni népeket, két dolgot szeretnének, nyugat-európai módon élni, és egymást ugyanúgy, mint az elmúlt évszázadokban gyűlölni, a kettő együtt nem megy, egyetértek. A harmadik megjegyzésem az elhangzottakhoz, hogy élezni szeretném, hogy a nyugat-mediterrán térségben, tehát portugál, spanyol, francia, az egész évben 7000 migráns ment. Tehát a migráció két vonala, Olaszország és a Balkán, ha majd szóba jön, akkor ezt elemezzük, csak jelzem. A negyedik megjegyzés, hogy én Saddam Husseinről
tudnék egy előadást tartani, most nem ez a feladat, hagyományosan stratégiai hibát tömegét követjük elő a kapcsán, ha rászállnak kb. 3000 forintot, most jelent meg a Busi emlékirata, az idősebb Busi, a fiatalabb Busiról ne beszéljük, és a szellemi képességeiről se. A papa írt egy visszaemlékezést a Szukroptal, a nemzetbiztonsági főtanácsadóval, ahol leírja a gondolatait a Saddam elleni háborúról, milyen dilemmák voltak, hihetetlen jó a könyv, ha gondolják vegyék meg. És az utolsó megjegyzés Ukrajna, hát azért azzal számolnunk kell, hogy ha a helyzet ilyen marad, már pedig az ukrán helyzet folyamatosan romlik, akkor ezért őszétől megindulhat egy rendkívül nagy létszámú ukrán gazdasági migráció, Célország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország. Én erre fölhívnám a figyelmet, a titkos szolgálatok 2 évvel előre jelezték, hogy meg fognak indulni a migránsok, az európai politika nem készült föl. Most nyíltan jelzik, hogy Ukrajna felől hasonló veszély van. Köszönöm. Valóban, a biztonságpolitikára térünk rá, a társadalomnak, a társadalom lélektanának, hogy a második Maszlói piramisán a második helyen van a biztonságérzet. És nagyon érthetetlen, mindenképp vendégemtől igazából kérdem is már Nóbrel idő, hogy vezette fel a témát, hogy ha a politikus nem tudja azt, hogy a társadalmának a legfontosabb, második legfontosabb alapvető szükségletek után a biztonság érdek, akkor baj van. Az európai politika, főleg a nyugat-európai, mert ennek már célzott visegrádi országok talán racionálisabban értelmezik ezt a helyzetet, miért nem járnak a földön a nyugat-európai politikusok, miért szakadtak el a realitás talajától, gondoljunk csak akár a német kancellár asszonyra, hiszen teljesen úgy tűnik nekem, hogy ez az egész akció valahol nem véletlenül zajlik Németország ellen vagy felé. Úgyhogy kérdezem mindenkit vendéget. Köszönöm. Akkor kezdtem. Egy. Itt elhangzott, hogy az alapvető szükségletből a második a biztonság. Azért kíváncsi lettem volna, hogy mi az első, de mivel itt a helyemben nem tudják egyetemben szoktam mondani az emberi történelmet a 3P viszi előre, de utóbbi időben bocsánatot kérek, hogy ez nem igaz, mert a fia már nem játsz ezt a szerepet, tehát az új helyzetben a 2P. A második megjegyzésem, és 3-ban összesen, hogy amikor én egyetemista voltam, volt egy könyv, 3-ban, Willy Brandt, Olaf Palme és Bruno Kreisky, hogy a politikához víziók ellenek, nincsenek víziók. Nagyon tisztességes szakemberek vannak, nem víziók. És erre még egyfajt megyek. Elnézést kérek. Bemegyek a politikába, ha egyszer hibázom, egy életem át megbélyegeznek, egy női jelvárnivel. Ha én a gazdaságban a saját cégemet viszem, bocsánat, és napi 3 szeretőn van, azt mondják, hogy jó a kondia. A politikában ez teljesen más. 20-25 évvel ezelőtt ezek nem jöttek elő, ma mindenki gyilkolnak. Elővették a mitanok törvénytelen lánygyerekét, de rég lehetne menni az európai politikán. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki nem hajlandó bemenni a politikába. Ez egyébként szörnyű kár. És a utolsó megjegyzésem kell. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Én ott kezdtem, hogy szeretem. Tudom, hogy furcsa. A Merkel becenek az volt, hogy kislány. Magyarországon a Merkel 60. születésnapjára egy évvel ezelőtt szeretünk volna egy jó könyvet írni Merkelről. Sajnos nem jött össze. A Merkel egy lelkész lánya, akit Kohl belesz a nagy politikába. A politikában állva, mint kategória ismeretlen, amikor Kohl elveszi a választást, és ne haragudjanak, szálljanak rá 3000 forintot. Megjelent Kohl könyve kb. Egy fél évvel, 10 euró, amely az a címe, hogy a berlini fal leomlásától a német újraegyesítését. Nem tudom, hogy ki írta. Csodálatos a könyv. Tehát egy nyomorult embertől nem tudom, hogy tudta megírni a könyvzsendás. Tehát abban persze, hogy a polvuki és előjönnek a pártpénzek, zárójel, a világ bármely pártját meg lehet pártpénzekkel buktatni. Abban a Merkel, abban a pillanatban Merkel félreállítja a Kohl. És Kohl öregen, betegen, 1930-as a Kohl, ő rendkívül visszahúzódva él. Nemrég üzent, hogy eljönne Pestre előadni, de nem tud beszélni, és
amiket hangokat kiadaszt a feleségem, hogy elmondja, hogy mire gondol. Hihetetlen nehéz. Én szeretném elmondani, hogy kór nélkül nem lett volna a német egység. Nagyon nehéz, amit mondok. Merkel. A Merkelről lehet rengeteg jót és rosszat elmondani, majd a történelemnek írja. De én jelezni szeretném, hogy a Merkel eddig összes politikai ellenfelét félreállította. És nem csúnyán. Van, akiből államfő csinált, van, akiből EU biztos, tehát nem kinyírta őket, félreállította. Jelenleg két kihívója van a Merkelnek. Ez így sehol nem hangzik el, és én mindig elmondom, hogy politikus lennék, bizonyos dolgokat nem lehet kimondani. Egyetemi tanárként kimondhatom, mert teljesen más a egész hozzáállás. Az egyiket úgy hívják, hogy de Maizière. A de Maizière védelmi miniszter volt, most belügyminiszter. A Maizière nyíltan bírálja Merkel. A másik a von der Leyen, egy 55 év körüli bűvályos nő, aki akkor indul, hogy neki van jövője, kancellár lesz. Akkor lehet, hogy a von der Leyen hitt abba, hogy ő lesz Merkel utóda. Egy perc alatt kirobbant, hogy a doktori disszertációjában apró problémák vannak. Mire azt mondja a leghíresebb német prof, aki az ügyet vizsgálja, nem azt mondja, hogy csal, nem csal, hanem ennyi idő alatt, ha csal kell a volt. Na most ennél jobban egy politikus nem lehet megalázni. Tehát a Merkel nem kell leírni, mert hihetetlen ügyesen taktikázott, és ő az, aki természettudomány területére jött a nagy politikába, és nem társadalomtudomány, máshogy lát dolgokat. De tény az, hogy Merkel népszerűsége egy hét alatt 3,5%-ot ment le, mert Németország nem kér a menekültekből. A Bauer az államfő. Van egy olyan német közmondás, hogy hát kitől hol nem ütölták. Van egy címe, de nincsenek meg a megfelelő eszközei. A GOG eddig nyíltan a migránsok oldalára állt. Már nem teszi, mert érzékeli, hogy Németország nem tud több migránst befogadni. Itt tartunk, szörnyű nehéz a német helyzet, zárójel. Én most jöttem haza, ahol odajöttek hozzám SPD-s parlamenti vezetők, CDU-s parlamenti vezetők. És mindegyik azt mondta, hogy amit Magyarország csinál, teljesen igazukban, csak az SPD-s hozzátette, hogy ő így gondolja, de nem lehet kimondani. Mondtam neki, hogy én a szovjet időkre emlékszem, hogy volt egy véleményem otthonra, egy hivatalos, tehát azért egy nem tud a dolog. De a német társadalom döntő része így értékel. Még egy utolsó megjegyzést. Talán még beszélünk Szíriáról. A német titkosszolgálat főigazgatója tartott egy olyan helyzetértékelést, ami pontosan azt mondja, amit én hónapok volt a televízióban. Szíriáról, menekültekről, mindenről. Én hazamentem és javasoltam, hogy hívjuk meg Magyarországra, mert jó lenne, ha magyarokkal megfelelő magyar partnerekkel szorosabb kapcsolatba kerülnek, mert a nézetrendszer a jövőt tükrözi utolsó. Én néztem a német vezetőket, mindegyik tisztességes, jóképzett, korrekt. De nincsenek meg azok az információi, ami megvan egy titkos szolgálat főigazgatójának, vagy a német külügyi államtitkárnak, aki szintén jó volt. Rendkívül gyorsan változik a helyzet, két hétre előre nem lehet tervezni, és ez egy nagyon nehéz dolog. Köszönöm szépen! Egészen megdöbbentő volt számomra egy olyan információ, ami most a Európa Uniós csúcstalálkozó előtt látott csak napvilágot, hogy Törökországban megnévő menekültábor van, felére csökkentették az ételadagot és a támogatást az évelején. Annak ellenére, hogy létezik egy ENSZ menekültügyi biztos, amely első adandó alkalommal sem használt, per is kihasználta arra, hogy Magyarországot megnyomolja a kerítés miatt, ebben a témában hallgatott. Kérdezem, hogy mi a dolga, hogyha nem az a dolga, hogy amikor kiderült, hogy fél, hogy nincs pénzállítólag, mai napig nem tudok, hogy miért nincs pénz, legalábbis én nem tudom, hogy professzor tudja, hogy felére csökkentették a fejadagokat és a támogatást, akkor miért nem kezdte venni azonnal a kolompot, akár az Európa Unió, akár az ENSZ talaján, hogy emberek üljetek az ebetekbe, mert ha ezt nem teszitek, akkor elindul a migráns áradat. Az év elején csökkentés állítólag az egyik fő oka annak, hogy ez az áradat beindult, és igen, tömegére érkeznek ide az emberek. Lehet, hogy ez nem véletlen, lehet, hogy ez valakinek így jó, hiszen sok minden azáltal, hogy ez így alakult, lekerült jelen pillanatban a médiák figyelméből. Sokkal kevesebbet beszélnek Donetskről, sokkal kevesebbet beszélnek Krimről, Afganisztánról és folytatásról. Tehát ez a menekültáború bizonyos témákat azért levett a központi figyelem keresztüzéből, és ma mindenki a migránsokkal foglalkozik. Lehet, hogy ez nem véletlen.
Ugyanakkor senki nem kérdezi meg ettől az ENSZ menekültügyi főbiztostól, hogy hát drága uram, miért kapja a fizetését, hanem azért, hogy törődjön ezekkel az emberekkel, és ha ilyen jellegű beavatkozás történik, akkor azban a pillanatban értesíteni kell a felelős vezetőket. Nem először történik egyébként ilyen, ezt Václav Havel mondta annak idején, hogy ő nem érti, hogy miért kapják az ENSZ, az Európa Tanács szakértői a fizetésüket, amikor nem mondták meg előre, hogy Koszovóban milyen emberi tragédia következik másokkal be, hogy kitör a polgárháború, akkor is ott voltak a fizetett hivatalnokok, és nem értek ezzel a lehetőséggel, vagy nem tudták, vagy nem akarták megmondani, hogy a polgárháború szélén áll az akkori Koszovó. A kérdés tulajdonképpen arra vonatkozott, ugye, hogy miért nézzük most mi bizonyos szempontból úgy néhány nyugat-európai országra, hogy talán felelőtlenül cselekszik. Én osztom azoknak a véleményét Németországgal kapcsolatban, ami lehet, hogy politikai nem korrekt, de azt hiszem, hogy a helyzet komolyságát tekintve helyén való vélemény, ez pedig az, hogy a német politikában továbbra is ott van a lelkiismeretfordulás a II. Világháború miatt. A holokauszt miatt, és ennek kapcsán nehéz azt mondani, hogy egy közösség, amely valóban egy háborús övezetből érkezik, az nem kap támogatást úgy, ahogy ez a közösség azt elvárná. Ezzel, mint hogyha Németország szemben lenne azzal a képpel, amit igyekezett a II. Világháború óta kialakítani, és ez egy szerintem egy alapvető tévedés. A Németország tudott nagyon precíz, pontos lenni Görögországgal szemben, és Görögöknek be kell tartani a szabályokat, akkor másoknak is be kell tartani a szabályokat. Ez nem játék a szavakkal, de én is azt vallom, amit sokan mondanak, sok politikus mond, hogy ami Szíriából, vagy akár Afganisztánból a környező országokba mennek az emberek, addig valóban menekültek, hiszen menekülnek a háború elől, menekülnek a közvetlen életveszély elől. Onnantól viszont tény és való, hogy bevándorlónak tekinthetünk, hiszen már meg akarják választani önmaguk a célországot, válogatnak, hogy a célországon belül melyik tartományban akarnak élni, melyik városban akarnak élni, ezt már nem lehet menekült ügynek kezelni, ez már bevándorlási ügy. Kétségkívül addig menekült a menekült, amíg Görögországba tartózkodik, még Görögországba tartózkodás, hogy a környékbeli országokban menekültekről van szó, de utána kétségkívül, szerintem ez már bevándorlási kérdés, és ilyen szempontból más elvállás alá tartozik. Eléggé nagy elképzelésnek tartom azt, amit néhány szlovákiai politikus mond, hogy meg kell különböztetni a gazdasági migránsokat a tényleges menekültektől, ezt ebben például nem lehet megkülönböztetni, mert egyszerűen nincs rá eszköz. Egy ilyen tömegben megkülönböztetni azt, hogy ki a gazdasági migráns, ki a nem gazdasági migráns, a menekült, azt egyszerűen nem lehet megállapítani. Azt lehet megállapítani, hogy aki Törökországból indul el idefelé, az elsősorban már bevándorlóként kezelhető, és ilyen szempontból más elbírás alá is tartozik a nemzetközi normák szerint. Én hadd mondjak néhány adatot, ami megdöbbentő volt számomra, amikor ezzel szembesültem, hogy 2000-ben Szíriának még 17 millió lakosa volt, 2015-re ez 23 millióra nőtt. Irakban, ahol én naponta azt látjuk a tévében, hogy bombák robbannak, emberek halnak meg, továbbra is néhány területen polgárháborús állapotok vannak, a 2000-ben 24 millió lakos volt, most pedig 34 millióra nőtt Irak lakosság. És ez az a, és folytathatnám, Afganisztán 22, 32, Eritrea 4 millióból, 6,2, Pakisztán, Ígére, meg is beszéljük, ezekről óriási növekedésekről van szó. Ez a bizonyíték annak, hogy ezek az emberek valóban más kultúrában érkeznek, mert nálunk ugye mindenki azt nézi, hogy a gyereket iskoláztatni kell, a gyereket enni kell, aludni, a gyereket utaztatni kell, stb. Stb. Tehát ilyen elvárások alapján indulunk neki a gyerekvállalásnak, itt nem. Ha azt látjuk, hogy egy biztonságpolitikai, egy kritikus ország, amelyben bombák robbannak és polgárháborús állapotok uralkodnak, és nő a lakossági arány, a szám, ezek alapján nyugodtan mondhatjuk azt, hogy más az a kultúra. Egyértelműen más az a kultúra, és ezt ki kell mondani, hogy egészen más kultúrai emberek érkeznek jelentően Európában, és át fogják alakítani, hogyha ez így folytatódik, Európa összképét. És erre nekünk igenis van jogunk azt mondani, hogy ezt nem akarjuk. Mert ilyen szempontból ezt nem akarjuk. Ez olyan méretű bevándorlás jelent, ami átalakítja a mi életkörülményeinket, és nem úgy, hogy ezt mi szeretnénk. Ilyen szempontból szerintem akár nem korrekt politikailag, akár korrekt, ki kell mondani azt, hogy igenis a megoldás az abban van, hogy a béketeremtés, ami jelentően szinte fantazmagória, mert szovjet, illetve orosz-amerikai versenykutásban megyünk közelkeleten, de az, hogy a menekülteket ott tartani a krízis országok mellett,
ez nem egy ideális feltűzelés, tehát az Európai Unió, az ENSZ és a NATO közös erővel meg tudná oldani, ha meg akarná oldani. Ha van tényleg életben van a Visegrád együttműködésnek, akkor éppen az, hogy minden lehetséges fórumon azt kell elérni, hogy a menekülteket ott kell tartani a krízisövezetben kialakult menekültáborokban, mert Európa így komoly veszélyek van kitérve. Néhány pontot kapcsoljak hozzá visszafelé. Egy. Németország jelenleg a világ második legöregebb országa átlag életkorban az első japán. A német átlag életkor most 48 év, Afrikáig 15. Kettő. Csak adatokat mondok. Németország. Ha holnap reggel leáll a migránsok száma, amit tudjuk, hogy lehetetlen, akkor is 2030-ra Németországban a migránsok aránya elérni a 30%-ot. Tessék elgondolni, hogy ettől kezdve a helyzet kezelhetetlen. Három. Mindig elmondják, hogy a migráns mennyivel külön, mint az európai. Hát a jelenleg Afganisztánból bejövő migránsok majdnem 90%-a analfabéta, tehát én ezt nem érzékelem, de valószínűleg rosszul látom. Jelenleg a német munkaerőpiacon a munkanélküliek aránya migráns második, harmadik, negyedik generációról van szó, és német 2-1-hez. Érettségi migráns 26-27%, német közel 80. Afrika. Néhány éven belül Afrika lakossága elér az 1,3 milliárdot. Ettől kezdve a kérdés újra kezelhetetlen. Egy személyes élmény is után végülbe 3 pontra válaszolnék. 73-ban voltam olyan balfácán, elindultam a 10-10-10-re Berlini vitvetélkedőn, győztes mellett ki, országos első lettem. Ebből nem lett volna baj, de az utolsó forduló előtt már első voltam, amikor táncolnom kellett illadásba egy táncos nővel. A csaj illadásba ott hagyott, tényleg fordítva léptem, egy ország rajtam röhögött. De a Berlini vitán egy hajóval mentem kirándulni a libanoni delegációval. Aki az én generációm azt tudja, hogy Libanont akkor úgy hívták, hogy a közel-kelet Svájca. Ez 73. 75 óta polgárháború van. Még három megjegyzés. Egy. Azt mondta most a német titkosszolgálat főigazgatója, hogy egy olyan világban élek, ahol szörbomlott a világrend. Hát ez a kijelentésből lehetne néhány nagy doktorit írni. Két megjegyzésem van még. Az egyik Görögország. Rendkívül nehéz a helyzet, mert vagy adok 86 milliárd eurót a görögöknek, és az életben nem kapom vissza, vagy nem adok, és akkor Görögország kiszorul az eurozónából. Akármit csinál a Görögország, ezt a pénzt nem tudja visszaadni, szeretném elmondani. Tehát reménytelen a görög helyzet, ezt lehet szépen mondani, csúnyán, teljesen mindegy. És ettől kezdve itt elhangzott Görögország. Kinek tisztelettel, Törökországnak jelenleg minden szomszédjával problémája van. A törökök körülbelül 2 hónapja meghirdették az új török biztonságpolitikát. A világ nem figyelt oda. 3 célja van a törököknek. 1. Bármiáron, bárhol élnek a világba, a kurdokat szétverni. Tessék belemondani, mi pedig a kurdokat fegyverezik föl, hogyha az harcolnak az iszlám állam ellen. Én nem is akarok most kikérni, kérdés lesz minden. A második török cél bármiáron Assadot megdönteni, és egy török barát, aláhúzom, török barát, szunita rendszert Szíriába hatalomra juttatni. Ebben találkozik részint a nyugati elképzelés, de a szaudi igen, zárójel, akiket kiképeztünk eddig, mint szírdemokraták, az első körbe átadták a fegyvereket a szélsőséges Al-Nusra-frontnak, tehát a politikák, hogy Irakba, Afganisztánba és még néhány helyen itt sem volt igazán sikeres. És a harmadik helyen, utolsó helyen jelenik meg a török biztonságpolitikában a fölépés az iszlám állam ellen, nem is akarok rátérni, talán lesz lehetőség. Utolsó megjegyzés. Szomszédországok. Kérem, Törökországban van 2 millió szír menekült. Itt elhangzottak az adatok. Igen. Jelenleg Szíriának lehet kb. 20-22 millió lakosa. Ebből 6-8 millió belső migráns, és 4-5 millió külső migráns. 2 millió Törökországban van, akiket a törökök rendkívül csúnyán felhasználnak a saját politikai céljaik érdekében, és az ENSZ tényleg a fele pénzt adja oda, mint eddig. Ez egy teljesen más beszélgetés, hogy miért, ha az kérdést rátérek. 2.
Körülbelül 780 ezer menekült él, 800 ezer kerekítsük jordán menekültáborokba, ahol a jordánok állandóan közlik velünk, hogy értsük meg, nincs pénzük vízre és élelmiszerre segítsünk, és körülbelül 1 millió szír menekült él Libanonban, ez az ország lakóinak ma már egyharmada, és a libanoni polgárháború folytatódik. Tehát a helyzet katasztrofális, és ehhez jön a migránsok további vonulása Európa felé, de ez megint egy másik téma. A táncol jutott eszembe, hogy volt szerencsében Európa Unió és az afrikai országok csúcsértekezletén Botswanában tartózkodni, és abban az évben Botswanából választották meg Afrika szépét. És úgy, hogy vacsoránál óriási terem, az asztalnál is azt mondja a nagykövetünk, hogy államtitkár úr, akar táncolni Afrika szépével? Én meg hülyeségre ráláttam, hát persze, hogy akarok lehet táncolni, azt hittem, hogy ez biztos, hogy képtelenség. 15 perc múlva hozza nekem Afrika szépét, tudom elmenni, hogy akkor melyik az az európai főnök, akivel itt táncolni kell, ez voltam én. Hát olyan zavarban voltam, hogy szegény meg egyúttam egy kicsit a cipőjét, mert én sobrabban léptem, hát nem gondoltam volna, hogy Afrika szépével lesz módon táncolni. Kiváló angolságról volt egyébként a hölgynek, abban a pillanatban megkapta a szerződését az Egyesült Államokban manökernek, ahogy Afrika szépével megválasztották őt, nem voltak gyakorolva a válaszok. Erre az estére még annál emlékszem, hogy akarok fel életemben először szállított rovarokat. Hát a szépségkirányi, de a tánca szívesebben emlékszem még a szállított rovarok fogyasztására. Amikor elléptük Szudánba a támogatásunkat, rendkívül szerint összegről volt szó, de szlovák szempontból első adományként azért egy jelentős, emlékezünk vissza ezen az euró előtti időszak, 7 millió koronát vittünk Szudánba, és 5 milliót Kenyába. Az eltörpülön mellett, amelyet a nagy nyugati államok visznek, vagy akár Bill Gates visznek, ez ahhoz képest ez semmi. Amikor leült velem erről beszélni a szudáni fejlesztési miniszter, akkor az volt az érzésem, hogy csak a zakója, a nyakkendője, a cipője és az órája többet ér, mint az egész támogatás, amit vittünk meg. És hát elkezdtük mondani, hogy mi először jövünk, és úgy jövünk, mint régi társ, ugye a régi rendszerben is megvoltak a kapcsolatok, nagy örömmel hozzuk a támogatást, fullottan léghallgatott, és azt mondja, mennyi. Megmondtuk, hogy mennyi, ránézett az órára, mondta, hogy ja, jó, majd akkor mindjárt bejön valaki helyettes, aztán majd mondja ezeket, igen, és ott vagyok. Utána kimentünk a menekültáborba, amit mondom, hogy sajnos, hogy most nem tudom a fényképeket bemutatni, ahol a törzsi vezetőkkel találkoztunk, kb. 20 törzsi vezető volt ott, több mint 100 000 ember volt azon a lokalitáson akkor menekültként nyilvántartva, több mint 100 000 ember volt ott nyilvántartva, és minden törzsi vezető rendet tartott a sajátjai között. Ott voltak a katonák is, és a törzsi vezetőkkel kezet fogtam, végig mindegyikkel, mind a 25-tel, utána biztos, hogy egy biokémiai vizsgálat érdekes dolgokat állapított volna a kezemen, de a beszélgetés arról szólt, hogy mire tudunk segíteni. És azok az emberek azt mondták, építsünk utat, nincs vízük. Hozzák a vizet ide időnként, de hogyha elromlik az autó, ami gyakran előfordul Szudánnak, hogy megtámadják, vagy szintén előfordul, akkor nem jön ide a víz. Hogy itt állítólag van víz, mutatták, hogy hol a tábor területén, kiderült, hogy 50-60 ezer akkor dollárnak megfelelő összegért meg lehet a kutat építeni. És ezt a kontrasztot szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor mondtuk a miniszternek, hogy mennyi pénzt hoztunk, akkor fölállt, és nem is érdekelte őt, mert a számára fillér volt, nem érdekes. Amikor ott azokkal az emberekkel beszéltünk, akkor azt mondták, hogy 50-60 ezer dollárért már komolyan tudunk nekik segíteni. És Amsterdamnek ez a kút el is készült. A mai napig egyébként Szudánban van egy Galanta nevezető kút, mert így neveztük akkor el, azt mondjuk, hogy legyen a kútnak a neve Galanta. Nem tudom azóta működik-e, de akkor működött, ezt félképpen így meg is található, illetve dokumentáltuk. És ezzel azt akarom mondani, hogy itt is a helyszínen lehet oldani a problémát, a helyszínen kell oldani a problémát, és nem feltétlenül mindig az országvezetőkkel lehet ezeket a dolgokat megoldani. Nagyon fontos, hogy most az Európai Unió mozduljon, elmenjen a menekültáborokba, fölmérje a helyzetet, és ott helyben, ha kell, akkor megkerülve a kormányokat nyújtsa segítséget, adja segítséget, mert sokkal inkább helyben tarthatóak az emberek akkor, hogyha nem a kormányokon keresztül van, mert a kormányokban ülnek spekulások is, ezt több országban tapasztaljuk. Nézem, az idő halad gyorsan, úgyhogy
a terrorveszélyre kéne most már rátérnünk. Ugye Kasztán Attila százados a terrorelhárítási központ stratégiai jellemzője azt mondta, hogy nem véletlenül van célzottan migráns helyzet, ugye visszaeredik most már Európába, azokban az országokban, mint Németország, Hollandia, Franciaország, hiszen ezekben az országokban már kiépült paralel, tehát párhuzamosan a társadalmak mellett épülő iszlám közösségek vannak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezek a közösségek már tudják fogadni, és ezekben a közösségekben, ezekben a közösségekben, tehát nem az európai közösségekben, ezekhez a közösségekhez nagyon gyorsan tudnak elbújni, integrálódni, tehát beolvadni azok a esetleg terrorista sejtek, amelyeket az iszlám állam, mondjuk ki őszintén, és egyenesen, hogy ide tud juttatni ezzel a migráns helyzettel. Ami ugye az európai polgárokat, azt szóval necsetelték vendégek, hogy ugye ellenőrzik, gyakorlatilag egy borotva, ahol nem vihetünk fel a repülőre, le kell venni a cipőnket, a repülőn ugye rányérnél nem gyakorlatilag egy úgy, a nadrág rajtunk maradhat, ha csak azt nem szedik le szintén, de a lényeg az, hogy ezek pedig hömpölnek, tehát a migránsok 30 ezerére hömpölnek ide Európában. Lehet ezeket ellenőrizni, illetve a következő dolog, hogy ugye mondtuk, hogy nálunk, tehát Magyarország még ellenőrizte, Szlovákiában, hál' Istennek Magyarország révén fel volt tartóztatva ez az állapot, Németországból ön mondta éppen tegnapi műsorában, hogy ellenőrizték ott már folyamatosan, de hogy jutottak ebbe terroristák az európai társadalmakban, és hogy esetleg most már ennek van-e reális veszélye a következő időszakban, évek. Kezdeni. Egy. Ami most bonyolult, hogy a Nyugat-Európába bemenő migránsok döntő része nem azt kapja, mit vár. Elnézést, hogy indítják el őket Fekete-Afrikából, menjen Európába, jó állást kapsz, jó lakást és jó kocsit. Hát ezzel jönnek, na most kiderült szerencsétlen, nem tud nyelvet, ami szakmája, semmi ez nem ér. Csak időkérdésre feljárjon. Ezek szörnyű dolgok. Tessék megnézni, hogy Nyugat-Európa szinte minden országában van egy viszonylag számon belül munkanélküliség. Ennyi döntően képzetlen emberem kell. Én nekem nagyon fura volt, pár napja nyilatkozott egy palibúgyú szíriskák orvos. Oké, hol a papír? Hát az nem hozta. Jó, hát ez így nehéz azért. Tehát én azt nézem, hogy Magyarország esetében a szomszédországokból átjött orvosi képzés, mennyivel a magyar alatt van, hogy a magyar állatorvosi diplomát az USA nem fogadja el, akkor ezek maradjuk a vagy nem egyszerű kérdése. Kettő. A beérkező migránsokat első naptól szalafisták várják. A szalafisták az iszlám állam mellett lévő emberek mindenütt. Ezek száma 3800 volt 5 éve, jelenleg 7900. A szalafisták a bejövő migránsokat kezelik, támogatják és beszervezik. A német titkosszolgálat pörjön. Új helyzet van, 3, és csak a pontokba válaszolok. Eddig, szeretném aláhozni eddig, tehát amikor elkezdtük ezt az előadást X perce, első generációs migráns nem követett el Európába merényletet. De második, harmadik, negyedik generációs igen, mit csinál az iszlám állam? Először is kiváló a piárja. Nekem nagyon érdekes volt, hogy a szomáliai kalózók a könyvelőt a legjobb amerikai egyetemről a Harvardról hozatták, mert sokkal többet fizettek neki, mintha otthon lett volna. Agyrém a mai történelem. Tehát mi történik most? A második, harmadik, negyedik generációssal fölveszi a kapcsolat az iszlám állam, hogy azt mondja, ölj meg, akit akarsz, nem mondom meg, hogy kit. Hogy ölj meg, ahogy akarod, nem mondom meg, hogy csak cselekedj. Ettől kezdve Európában nagyon sok olyan egyéni merénylő van, akiket a titkos szolgálatoknak fölfedezni embertelenül nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Tessék megnézni a mostani merényletet Toulouse-ba, Párizsba, Brüsszelbe, Kopenhágába is lehet sorolni. Tehát a multikulturális társadalom, hozzáteszem, hogy sajnos megbukott. Franciaország. A lakosság kb. 10%-a migráns. Nem tudtak és nem akartak beilleszkedni. Mondok olyan dolgot, ami szörnyű. 1848-tól 1945-ig Európából sokan többen mentek ki, mint be. 1900
50-es évektől van Európának szüksége vendégmunkásokra. Alap, római szerződés, igen, kijön be a görög, a jugoszláv, a dél-olasz. Első generációs illetve a szakember integrálódni akar. Kijön be ma, második, harmadik, negyedik, ötödik generációs nem tud, nem akar integrálódni, stb. Én elmondom a legvégébb példámat, amikor bennük a vagyok, taxival megyek már például a szállóba. Utolsó életben, de most jöttem haza két napja, három napja. Aki a taxisofőröm, most egyébként aki a kísérőm volt, Németországban született 40 éves török. Hát úgy beszél németül, mint valaki az ötödik nyelveszke után. Miért? Mert feleséget otthon dolgozott, mert otthon törökül beszél, és nem ismeri a német kultúrát. Na most ezekkel az emberekkel szörnyű, de én most nem megyek bele az Erdogan egész koncepciójába. Következő. A horvát miniszterelnök azt mondta körülbelül egy hete, hogy a migránsok közt nincs terrorista, mert a terroristák repülő lejönnek. Nyilván az is sokkal okosabb, mint én, tehát most erre nem tudok rátérni, és az utolsó megkérdésre. Azért akkor tessék le gondolni, hogy jelenleg az embercsempészet a világ egyik legjobb bulija. Mindenre nagy pénzt keresték, prostitúció, kábítószer, embercsempészet, szerkereskedelem. Ezt döntően a balkáni útvonalon albánok csinálják. 10 év alatt becsempésztek törvénytelen az Európában 1 millió albán. 10 évet kérdés előtt fog jönni a nagy albánia koncepciója. Csak heroinból az embercsempészekkel együtt működő albánok égi nettó nyeresége évente 15 milliárd euró. Tessenek bele gondolni. Tehát nem néhány 10 vagy 100 ezer euróról van szó. Itt tart Európa és képtelen megvédeni önmagát pont. Valóban a belső logikája megvan annak, hogy a második és harmadik generáció miért radikalizálódik. Egyszerűen azt látja, hogy a szülőknek nem sikerült integrálódni, ettől frusztrál. A szülők még ezt elfogadták, mert végül is az életük megmaradt, abból az országból jöttek, az életük is veszélyben volt. Ilyen a második és harmadik generáció már kint születik, az ettől frusztrált, és ezért tud táptalajt ereszteni köztük elsősorban az iszlám radikalizmus. Van egy szlovákiai-magyar tiszteletbeli nagykövet, honoráris konzul, ahogy ezt talán helyesen mondják a külföldi nyelven, Franciaországban, Grenoble-ban. Bárkinek tudom mondani az ő kontójára, hogyha anyjának a keresetet. Grenoble-ban egy kutatóról van szó, aki sejjei származású, és a mi időnkben sikerült belőle tiszteletbeli konzul csinálni, tehát tulajdonképpen egyfajta nagyköveti státuszban lévő ember. Ő erről órákat tudott mesélni nekem, amikor utoljára találkoztunk, hogy milyen robbanás szerint már a hangulat Grenoble néhány negyedében, hogy egyszerűen nem tudnak kimenni a nem ott lakók, nem akarok mondani bőszín, nem tudnak oda kimenni, a rendőrök is csak kerülik inkább ezeket a vidékeket, és kisebb járnak rendet fenntartani, mert nem tudnak. Ugyanezt mondják a svédországi magyaroknál esnek, hogy Svédországban is vannak olyan körzetek, ahol nem tudnak a rendőrök nyomulni, egyszerűen rendet csinálni, mert nincs esélyük rá, hogy rendet csináljanak, csak tovább zavarják a dolgokat, inkább a verekedéstől ki megvárják, ami eldöntik egymás között, hogy kinek volt éppen jó pozíciója, és aztán nyomulnak be rendet csinálni. Ezek olyan figyelmeztető jelek, amik megáll az ész ebben a pillanatban, hogy néhány európai politikus nem lesz figyelembe, amikor a saját országában történik ez a dolog. Manipulál a média, mert a magyarországi kerítésről tele volt a híradás annak idején, ugye egy-két hete, a CNN, a Euronews, mindegyik, a BBC-ről ezek állandóan adták a kerítés körüli problémákat, hogy milyen botrány ez, de az, amikor Nyugat-Európában komoly fölkelések vannak a migráns közösségek között, akkor azt úgy mellesleg esetleg beszúrják, hogy nem is adnak volna azt igazán híradásra. Jelen pillanatban éppen azt látom, hogy ugye Magyarország részéről nagyobb híradás történik arról, hogy esetleg mi van Németországban, a bevándorló körül talán német államigazgatáshoz tartozó médián keresztül az emberek akár valamit megtudhatnak. Lehet, hogy majd német állampolgára megnézi az embernek az angol híradását, akkor többet tud meg arról, hogy valójában Németország működik, hogyha a saját állami televízióikat néznék, de ez az én magánvéleményem természetesen. Ha már ezekre a dolgát adtunk, akkor a kérdés arra is valahol vonatkozott, hogy a kvóta rendszer
Én a beszédem elején azzal mondtam, hogy voltak pillanatok, amikor Nyugat-Európa talán bölcsebb volt nálunk, most a kelet-európai diplomáciára és országokra gondolok, most a kultúrrendszerben szerintem egyáltalán nem így van. És valóban nincs értelmes magyarázat arra, hogy miért nyomja néhány európai vezető azt, hogy kötelező kóták szerint kell befogadni a menekülteket, és igazán mindenkinek, aki azt mondja, sokan mondják ezt, igazán mindenkinek, hogy ha az ember nem akar itt lenni, akkor hiába fogjuk ide előszakolni, hogy Szlovákiába, Magyarországra, akár Lengyelországba, Csehországba, hogyha végig el akar menni, el is fog menni. Megtalálja a módját annak, hogy elmenjen. És akkor börtönbe fogjuk őket zárni, tehát kerítéssel körbeveszünk azt a tábort, akkor megint mi vagyunk a nem humánosak, mi vagyunk az emberi jogokat sértők, mert a szabad mozgásával fogjuk korlátozni ezeket az embereket. Akkor már valójában a munkára se lehet véget tenni, mert őnek ez itt egy börtön lesz. Ezért is agyrém valójában ez a kvótarendszer, mert miért építünk fel börtönt olyan embereknek, akik nehéz helyzetből érkeznek ide Szlovákiába. Ha Németországba akarnak menni, és Németországba akarnak menni, akkor nem tudjuk őket tartósan ide telepíteni akaratuk ellenére. Ez az, ami tényleg nem érthető, hogy ezt mit nem értenek ezért Nyugat-Európában, akár Jean-Claude Junckerre, akár mások, és miért erőszakolják egyfolytában ezt a politikát. Ezzel nem tudjuk megmenteni a nyugat-európai országokat. És ami a saját hazánkat illeti, azért azt sem hagyjuk figyelmen kívül, hogy 6 olyan intézmény működik, amely bevándorló befogadásával foglalkozik, vagy erre irányul, ebből a 6-ból 4 magyarok lakta területen van. Szarván, Medvéd, Hősön és Apátújfalu. Ezen túl még Homonnádban és Zólyokban. Tehát 2 olyan területen van, ahol nem laknak magyarok. Az ember ennyi évvel tapasztalatával most már a hátra megyőtt 89 óta nem hajlamos azt gondolni, hogy az életem. Hogy kicsit körülfogtan fejezzem ki magam. És ez így nincs rendben. Tehát, hogyha egyfajta teherviselést várunk el az országban más kérdésekben is, adófizetés, útépítés, stb., akkor ebben a kérdésben is egy igazságosabb teherviselésről lenne szó. Ha már egyszer a Szarvai, a Medve és az Apátújfalu van és működik, abban a pillanatban, hogyha egy újabb probléma felmerül, hogy az osztrákokkal átmenetileg áthallaljuk a menekülteket, a pillanatban bősült mindenkinek az eszébe Kozsonyba, a kormányba. Hát miért nem jut eszébe valami más intézmény? Van Szlovákiában elég sok intézmény még eszébe juthatna nekik, mert pontosan bősült az embereknek az eszébe. Jelen pillanatban hál' Istennek, hogy van nincs, jelen pillanatban hál' Istennek, hogy annak is köszönhetően az emberek kifejezték az akaratokat népszavazásnak köszönhetően, bár lesöpörték az asztalról, de legalább lement a belügyminiszter a népszavazás után. Lement a belügyminiszter és ott helyre tárgyalt a helyi önkormányzattal, hogy hogy lehet erősíteni a falu közbiztonságát. Megerősítették a rendőrséget, megerősítették a kamerarendszert. Ha nincs népszavazás, akkor ezt nem teszik. Az rendben van, hogy a falu polgármestere a sajtóval értesül arról, hogy még nem sokat fognak elhelyezni a falu területén. Ez abszolút nincs így rendben. Ebben az országban ezt a kérdést úgy tekintik, hogy ha valami Dél-Szlovákiában történik, akkor az itteni emberek úgyis elfogadják ezt. Tehát nem kell, hogy ezt a helyzetet elfogadjuk, igenis el kell mondani, hogy ha Európában arányos teherviselést akarnak, akkor Szlovákiában is arányos teherviselésre van szükség, ebben a kérdésben is, nem csak Dél-Szlovákiában. Én néhány szót felírtam, egy Berlinnek ma már van olyan kerülete, úgy hívják, hogy Neunkön, ahol német kisebbség van. 2. Jelenleg Svédországban, svéd hivatalos adatok szerint a köztörvényes bűncselekményeknél 80-szoros a valószínűség, hogy bevándorló követte. Svédországban ma már létrejött egy új párt, amely azt mondja, hogy egy darab migráns sem befogadni. 3. Kvótarendszer. A német elképzelés az volt, hogy megszűrik és befogadják a migránsokat, és szétosztják az EU 28-ba. Oké, hol a határ? Ha én azt mondom, hogy holnap reggel egy ember nem jön be Európába, attól kezdve tudok valamit mondani, így nem. Zárójel, a migránsok 4 helyet törekednek, Ausztrália, nem engedik be őket, USA, esélyük nincs, gazdagabb országok, esélyük nincs, és Európa, amely képtelen megvédeni magát. 2 megjegyzés még. Azért a migránsoknak egy dolgot tudomásról kell venni, nem csak jogaik vannak, kötelességeik is, ezt nem veszik tudomásról. És az utolsó megjegyzésem, hogy nekem nagyon érdekes volt, hogy egyre több migráns szeretne Norvégiába menni élni. Hát mi a nejemben most jöttünk haza, egy hetet fjordokban voltunk, csodálatos szép, nem kapok a norvégoktól jutalmat, vagy jutalékot, ha mondom,
De egy megjegyzésem, hogy lehet, kettő, egy. Valami jól hangzik, hogy mennyi Norvégiába keresett. Ha ezt átszámolom bármilyen pénzre, akkor nagyon jó, kivéve, ahogy élek és ott eszem. A falusi kocsmában, a legócskább helyen, a legpitibb kis sör 12 eurónál kezdődik. Csak. Na most ettől kezdve mondhatom, hogy ennyit keresek, igen, a levegőből megélek, hogy második. Amennyire jól tudom, a migránsok döntő része forró éjjelből jött. Norvégiában egy évben 10-12 nap van, amikor napsütés van. Azért egy migránsnak, aki jön mondjuk Fekete-Afrikából, hogy ott megélni, nem egyszerű dolog, pont. Ezzel összekint, ha megengedik. Ha lehet hinni ezt tovább Sajtónak, amely most már azért foglalkozik eléggé ezzel a migráns problémával, a múlt héten jelent meg az az információ, amit én kiírtam magamnak, mert ezt megnézzük, hogy nem írtam. A legjobb fehérek közöttek a Szlovákiában egy napra 50 centet kap egy migráns töltőpénztér, hát pedig ebből azért nagy ugrán van, és 9 centbe körülbelül egy napi étkeztetése. Tehát körülbelül 10 euró, mondjuk durván, nem egész 10 euró, amiben ma a Szlovákiában kerül egy bevándorló, ebben nincs benne az intézet fenntartása, az egy másik. Csehországban ez 13 euró, és meg egyszer mondom, ha lehet hinni a szlovák sajtónak, már ezt onnét vettem. Franciaországban 72 euró, amit kap egy migráns, Németországban 50 euró, Svédországban 50 euró. Hát nyilván ezért nem tolakodnak ide, hanem ezeket a dolgokat látva keresik a célállomásokat ezeket az emberek. És ez így nincs rendben. Tehát ezek az összeget, hogyha megnézzük a hazai munkanélküliségi támogatást, akkor rájövünk, hogy talán jó menekültnek lenni Németországban, Szíriában, vagy munkanélkülnek lenni mondjuk itt Bhután, egyébként kevesen vannak, de az állam nem törődik addig ezért, hogy munkanélkülnek lenni Németországra bevállalni. Nagyon örülök, hogy az utolsó három kérdésből hazautaztunk Szlovákiába, az fontos volt, és az ide előre haladtával, hogy ezeket meg is tudtuk tárgyalni, hogy a kvótarendszer miért nem működik. Most tegnap beszélgetünk, illetve ma beszélgetünk Novák professzorról, illetve tegnap veled elnök úr, vagy önnel, tehát a... Igen. Tehát barátok, hogy tegeződünk át, nehéz a hivatalos formon. A lényeg az, hogy azt tárgyaltuk meg, hogy ugye az állampolgárnak kell valamit indítani. Gyakorlatilag ugye a politikum ilyen szempontból, legalábbis a nyugat-európai politikum, az eléggé, hogy finoman fejezem ki magam, tehát passzív ez ügyben. Most az állampolgár, mert hát egy Szlovákiában is európai állampolgárokról beszélünk, és volt egy ilyen fikció, hogyha esetleg a Visegrád négyeken, ugye most az NKP kezdeményezett egy ilyen népszavazási kezdeményezést, látnak esetleg van-e annak racionalitása, hogy esetleg ezt mozgalommal továbbvinni, a szomszédos államokból is megvalósítani egy népszavazási kezdeményezést, mert az mégiscsak azért Európa Uniós polgárok szava lenne Európa felé, hogy mi nem kérjük a kvótarendszerről, nem kérjük a gyakorlatilag az embereknek az olyan elosztásával, ami szintén, ha már a humanosságot nézzük, szintén embertelen. Tehát nem csak az a probléma, hogy ugye integrálódni képtelen embereket hozunk a nyakunkba, hanem szintén embertelen. Tehát ez is egy része. Ez van ennek rációja, ezt Novák Györgytől is kérdezem, hogy Berény Elnök úrtól is, és a NKP kezdeményezéséről is, hogy mi a relevanciája a történet. Igen, ezt az aljelentítést annak a kapcsán kezdtük el, hogy először volt egy pered, ahol népszavaztak az emberek arról, hogy a két világháború közti névhasználatot szeretnék használni, szlovákul, tehát ami pered volt szintén, ami a szlovák nyelven semmi kiejthetetlen szó, nem tőlünk között kértek, vagy valami hasonló, hanem peredet kértek. Szlovák nyelven nincs ő, meg ő azért nehéz, hogy megint kiejthet, de pered az nem egy nagy gond. A népszavazás lezajlott, érvényes volt, és ennek ellenére a kormány szerint nem.
Most pedig ugye szóltam már róla, bőségem volt hasonló kezdeményezés, az emberek elmentek, nagy számban elmentek, azt mondták, hogy nem kívánják, hogy a tábor itt legyen, mellesnek azért, mert a kormány nem kommunikáltak egyáltalán. Meggyőződésem, hogyha elmondták volna nekik azt, hogy fogják a biztonságukat elérni, szabadulni, akkor lehet, hogy máshogy volna a dolog. De ez az ignorancia, amit a kormány bőségben mutatott, ez természetes volt, hogy kiváltja az emberek nem szavazatát. És akkor majd megint azt mondta, hogy ez kölcsönben minket nem érdekel. Úgyhogy a petíciót azért kezdeményeztük, mert apropót ad rá, hogy Robert Fico azt mondja, hogy Európában önkényesen ne erőszakoljanak rá egy országra sem menekülteket, ami jó, és mi is azt mondjuk, hogy ez így jó, ebbe támogatjuk a kormányt, akkor ne lehessen rá erőszakolni menekülteket az országon belül sem senkire. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem akarjuk a menekülteket még szavazáson keresztül, akkor ne lehessen odalívni a menekülteket. Én nem hiszem, hogy ebben az országban csak elutasítás születik. Szerintem abban az esetben, hogy a kormány tisztességesen kommunikál az emberekkel, és elmondja azt, hogy a biztonság szavatolva lesz, ez a mindennapokat nem fogja érinteni, mert így meg úgy meg tudjuk ezt oldani, akkor nem csak negatív döntések születnek majd ebben a kérdésben, mert itt is egyébként érző emberek vannak természetesen. Bizonyos keretek között mi is segíteni akarunk, és bizonyos keretek között mi is támogatni akarunk a rászorultakat. De azt nem lehet, hogy a kormány azt mondja, hogy na most volna Bhutánnak létrehozzuk a menekültábort, és az utolérnöket ne legyen beleszólás. De bármelyik felepülést mondhatnám, ez az aláírásnak az egyik oka. Beletettük a környezetvédelmi kérdéseket is, mert arra is volt már például az elmúlt időszakban, hogy olyan beruházás történt egy településen, ami teljesen elrontotta a környék levegőjét, egyszerűen büdösek okozott, szépen jól magyarul, az embereknek nem volt módja beleszólni abba, hogy nem akarjuk ezt a beruházást itt, beletettük a környezetvédelmet, és pered okán beletettük a névhasználatot is, és amennyiben össze tudjuk gyűjteni egy 10 000 aláírást, akkor a kormánynak már a belügyminisztériumnak foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert meg kell bennünket hívni, és tárgyalni kell erről az időt. 10 000 aláírás szerintem össze tudunk gyűjteni természetesen akkor, hogyha önök is ezt így megtámogatják. A visegrádi négyek talán még az, hogy itt nem merül föl, és én is kíváncsi lennék a professzorunk véleményére, mert a visegrádi négyek nagyon szép kívülről, de olyan, mint nem működő házasság csöppet. Tehát papíron megvan. A kezdőházasság. Hát valami, most már biztos, hogy válik a nejem bélem. Politikai menedék jogot kérek. Hát akit a neje ilyen hűségesen kísérni, de professzor úr, szerintem az biztos, hogy amikor kormányon voltunk, akkor is azt láttuk, hogy a visegrádi négyek az kiválóan működik, ami nem jön egy olyan kérdés, ami Nyugat-Európával szembeállítja a lényegeket. Abban a pillanatban van, aki elugrik. És most is ez történik. Én csak egy nagyon kis témában tapasztaltam ezt, kis téma nem rázta meg ennyire világot annak idején. Épp az említett fejlesztési támogatás volt, Európa Unió azt mondta nekünk, hogy 1%-ot GDP-ben meg kell támogatni a fejlődő országokat, hát esély nem volt rá. A 2000-es évek elején 1%-ot GDP-t tegyünk bele a fejlesztési támogatásba, az emberek sapkával vettek volna minket ki a kormányból, a parlamentből, úgyhogy mondtuk, ezt nem lehet. 0,4% elsőként, és aztán, hogyha a gazdaság engedi, akkor tudjuk emelni. Ebben úgy szépen megegyeztük, V4-et leírtuk, aláírtuk, oda mentünk, és akkor is a mennyire ugottak el tőlünk, mert azt mondták, el tudják fogadni 0,8-at. Ezt mondjuk, hogy 0,4-öt a tárgyalási alatt. És akkor is utána megkérdeztük a lengyel államtitkár kollégát, amikor ott voltunk, hogy hát ez most miért történik ez így? És azt mondta, hogy hát tudjátok, jöttek a spanyolok, jöttek a portugálok, jöttek magasabb érdekek, egyébként veletek vagyunk, de ebben a kérdésben utolsó pillanatban úgy döntöttük, hogy mégsem. De számunkra nagyon fontos, hogy a visegrádi még működjön. Hát nem tudom, meddig lehet ezt így működtetni. Ami számunkra jó hír mindenképpen, hogy valahol a cseh, a szlovák és a magyar együttműködés ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy töretlen. Forradalmi új változásokat hoz a helyzet, mert az, hogy Csehországból esetleg emberi erők érkezhetnek Magyarországra és közösen lehet védeni a határt, ez forradalmi változás az elmúlt időszakokhoz képest. Megyei képviselő voltam, amikor ez a kérdés fölmerült Bős kapcsán, ugye Bős a Nagyszombat megyéhez tartozik, tehát Bős kapcsán a megyei közgyűlésben ez téma volt, és a szlovák képviselő soha nem látott módon dicsérték Orbán Viktort, mondták azt, hogy a Fidesz kormány ezt jól csinálja, persze, mert ugye Szlovákiában jóval kevesebb ember jön, hogyha Magyarország elérje a határait,
egy pillanatra mennyi jó volt magyarnak lenni Nagyszombat megyében, az nem általános jelenség, de abban a pillanatban nagyon jó volt magyarnak lenni, és az olyan változást jelent. Tehát ez nekünk, az itt élő magyaroknak azt egy kicsit egy ilyen új start pozíció, tehát nem akarom elkiabálni, mert azért kutyában nem lesz szalonna, ért van a kormány politikusait, de biztos, hogy ez a helyzet változik, és ilyen szempontból a társadalmi kérdések annyira összetettek és izgalmasak, hogy ami nem jó, hogy a migránsok jönnek, az ott jó, hogy valahol Szlovákia, Magyarország és Csehország egymásra utaltsága kiugrik, és ez valahol nekünk egy kicsit ennek a közösségnek segíthet, hogyha nagyon lesz a bizalmi viszony, mert ha katonák, rendőrök fognak egyik országot védeni önkéntes alapon, szerződés alapján, az automatikusan növeli ezt a bizalmi helyzetet, amivel oldani lehet a mi égető problémáinkat is, ami ma nem témája ennek a beszélgetésnek, de tudjuk jól, hogy a szlovák parlamentre várna néhány fontos döntés ahhoz, hogy meg tudjuk menteni magunkat. Tehát, hogy jönnek a migránsok, ez nem jó, de ez, hogy ez a migráns téma össze is hozza Közép-Európát, ez látható, ez érzékelhető, és ez nekünk valahol jó is lehet, csak a migráns áradatot kéne lassan befejezni, hogy az most már az, hogy ne jöjjön, annyira nem kell visszatoljuk fel a kötetet. Néhány kérdéssel hangzott, próbálok gyorsan reagálni, egy végszavazás. Van egy brüsszeli rendkívül nagy bürokrácia. Kiszámolták azt, hogy Brüsszelben 2000 olyan bürokrata van, aki többet keres, mint a német kancellár. Teljesen nyilvánvaló az alapérletük az, hogy a rendszer maradjon. Második megjegyzés. Az Európai Unió is jó előtteinél. A vita mindig arról szólt, hogy mi a feladat. Elmélyíteni a szervezetet, vagy bővíteni. Erre a válasz mindig az volt, hogy bővíteni. Három. Ezt a szervezetet 6 országra hozták létre. Jelenleg 28 van benne. A működésképtelenség határán van. 4. Hogyan tovább Európa? Nem megyek bele, nem tartok előadást. Más a német és más a francia koncepció. A kettőt nem tudom közelíteni. Meglátjuk, hogy mi lesz. Következő. Van egy párzadi közmondás erről, amik azt mondja, hogy két képviselő közt kisebb a különbség az egyik munkáspárti, mint két ember közt, ahol az egyik képviselő. Tehát ez Brüsszelre egy tökéletes igazság. V4. Hát ez egy szörnyű nehéz dolog, mert amikor elkezdődött a V4, tehát szétesít Csehszlovákia és Csehszlovák mennyien magyar, akkor a csehek belül mindig azt közölték, hogy hagyjuk őket békével, mert Prága nyugatabbra van, mint Bécs, akarnak valamit megcsinálják egyedül. A lengyelek azt kérték tőlünk, amikor a V4 létrejött, hogy minden pénzt osszunk el a lakosság lélekszáma alapján, magyarul kapták volna minden bejövő pénz kétharmadát. A szocialista időben a lengyelek mindig azt mondták, hogy vezessük be Magyarországon a lengyel nyelvet, mint kötelező nyelv, az indok abszolút blödli volt. Azt mondták, hogy van két világhatalom, szovjet USA, jó, tehát mi a kötelező nyelv, orosz, mert ellenában van négy középhatalom, francia, német, brit, lengyel, a második nyelv legyen a lengyel. Elképesztően nehéz dolog kivédelni. Utolsó megjegyzés. Magyarország belép az első körbe a NATO-val 99. március 12-t. Az alapdilemma az volt nekünk, hogy hova lépjünk be, északi szárny vagy déli. És az volt a véleményünk, hogy a délibe egy, ott azért néhány olyan az a nemzet van, mint mi, kettő, ha északra lépünk, nincs esélyünk parancsnoki posztra. Ha kap ez a térség parancsnoki posztot, elviszik a lengyelek. Ha még egyet kap, azt is a lengyelek. Ha még egyet, a csehek. Tehát a déli zónába lépjünk be, és ez nekünk bejött. Itt tartunk. Tehát a visegrádi együttműködés nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Én nem akarok belemenni, hogy 90 óta milyen problémák voltak oktatási, kulturális egyéb együttműködésekkel. Tényleg. Az idő előre adottával most már a végéhez közelünk, de semmiképp sem hagynánk a közösséget szó nélkül, hiszen azért jöttünk ma, hogy kérdezzenek. Itt a megoldási kérdések, vagy erre törekvő kérdések még nem hangzottak el, és ezt átpasszolnánk a közösségnek, hogy hát ha bátrak lesznek és esetleg kérdeznek ezügyben is kérdést, úgyhogy innétől az önöké a szó. Tehát tisztelt közönségünk, aki kérdést szeretett föltenni, nevezzenek, hogy Berényi elnök úrnak, vagy Nógrádi professzor úrnak teszi fel a kérdés, és konkrét kérdést kérünk. Ha nincs kérdés, köszönjük, Csók, jó étvágyat! Igen, tessék! Adjál a mikrofont, vagy? Hát, hallják. Tessék találni, és akkor hangosan mondjuk.
estét kívánok, Pál Ádám vagyok, köszöntöm az egybe gyűlteket, és nekem a professzor. Jó estét kívánok, köszöntöm az egyetülteket, Pál Ádám vagyok, és nekem a professzor úr az lenne egy kérdésem. Ugye azt mondta, hogy Berén úr is azt mondta a kezdetén a fórumon, hogy csökkentették a nyugati államok a támogatást a törökországi, a libanoni, illetve a jordániai menekültáboroknak a felére, és ez okozta a menekültáradat elindulását részben legalábbis. Ha ezt tudják, akkor miért nem próbálnak változtatni ezen, miért nem emelik a támogatást? Köszönöm szépen. Ha megengedjük, azt mondjuk el, hogy csökkent a támogatás, csökkent a feladat. Nem azt mondja, hogy Nyugat-Európa, hogy Európa csökkentette a támogatását, de nem kapták meg a menekültek. Hogy miért nem kapták meg, mert olyan nagy a szám, olyan nagy a létszám, hogy lehet, hogy összeg nem volt elég, ezeket a dolgokat nem tudom, mert ez, mondom, az európai csúcs kapcsán derült ki, ez egyébként a szlovák törvényhozásban és magyar törvényhozásban is elhangzott, tehát valóban a belügyminisztereknek a tanácsán ezt elmondták, hogy csökkentették a támogatást. Nyilván Törökország keresztül érkező támogatást csökkenthetett, vagy pedig az ENSZ-en keresztül támogatást csökkenthetett. Nem a nyugatai csökkentették a pénzt, hanem nem kapták meg az ott lévő. Ezt nyilván ki kéne vizsgálni, hogy ebben a témában mi van, de már az európai csúcs döntései között éppen ez volt, hogy Magyarország nagyon nagy összeget mondott, hogy beteszi a közös kasszába, ha kell, és mindenki ezt mondta, sőt erre a szlovák miniszterelnök is egyébként helyesen azt mondta, hogy Szlovákia is a zsebébe fog nyúlni, hogyha kell, mert ez mindenkinek racionális érdeke, hogy ott maradjanak a migránsok. Tehát jelen pillanatban a döntés az Európa Unió szintjén az volt, hogy mindenki hajlandó zsebébe nyúlni, hogy ott kapják meg a támogatást, mint hogy utána ide jöjjenek. Ez a téma ott nagyon érdekes, hogy ezt azoknak az embereknek, akár Törökországban, akár közben tudniuk kellett, hogy ez van, és nem szóltak. Tehát ez fél éve az események után látott a világot, és ez jelent. Egy. Ott tartunk, hogy a támogatásnál ezt pénzekről van szó, nincs annyi pénz, hogy a menekültek száma. Kettő. 1980-ban, amikor ők valószínűleg elért, kidolgozták a Csengünk 9 éve doktrinát, amiben benne volt, hogy a gazdag országok a megtermelt GDP 1%-át adják oda a szerényeknek. Most nincs egy nagy szórakozzak, hogy találják ki egyetlen ország adta oda az 1%-ot a Svédországnak. A nyugat-európai kulcsállam hagytak 0,09-et, majd a program meghalt. Jelenleg a G7-es csúcson, a bajorországi elmúlva, az volt az el, hogy egyébként a 0,7%-ot, a határozat megszületett, de túl sok minden nem történt. Számomra a megoldás az, hogy rendet csinálni Líbiába és rendet csinálni Szíriába. Szíriába alapvetően ütköznek az érdekek. A török érdekek szerint a kormány erről beszéltünk. A síta érdeket Irán, Irak, Szíria és Hezbollah, hogy Assad maradjon. Hosszú évek óta először egyre több nyugati országhoz mondja, hogy Assad maradhat rövid és középtávon. Én mindig elmondom, hogy Assad ugyanolyan diktátor, mint az összes többi. Nem jobb és nem rosszabb. Miért pont őt ítélhetjük? Hát akkor még felsorolok 30-at, akit el kell távolítani. Tehát ezt a játékot el lehet játszani Oroszország. Igen, volt egy 90 perces csúcs találkozó Obama és Putin közt, ahol nagyon sok mindenben nem állapodtak meg. De én egyetemi tanárként elmondhatom, hogy ez a világ mindig érdekszférákból áll. Ilyen egy politikus soha nem mondnak ki. Közép, Dél-Amerika, USA, érdekszéra. A volt Szovjetunió egy része, a három balti állam nélkül orosz érdekszéra. Szíria, orosz érdekszéra. Bush, az idős Bush megpróbálta annak idején a szovjeteket kinyomni sok helyről. Amikor egy éve, február 20-21-én elkezdődött a ukrán válság, míg Kubában nyaradtunk, kínai tévét néztem, óránként egy mondatot mondtak a kínaiak. Nekünk, mint Kínának, egy kérdésünk van. Ukrajna jövőben nyugati vagy orosz érdekszféra lesz-e? Nincs több kérdésünk. Nekem sincs. Szíria. Az orosz gépek elkezdtek bombázni. Igen, 4 napja. A BBC közé tette, hogy halott gyerekek vannak, 10 perccel előtt tette közé, mint hogy az orosz gépek fölszálltak. Mindenki mire hazudja magát. Ez a világ mindig így működött. Következő. Valami jó az iszlám állam diárja. Az iszlám állam minden toltámadás után közé tesz gyerekekről fényképet, folyik a vére, halott gyerek, stb.
szörnyű nehéz, mert az átlagemberrel vagy, a képek nagy része elhívott kép. Isz nem mindegyik nagy félreértés lehet. USA. Obama azt mondta, hogy micsoda dolog, hogy az orosz bombatámadásnak voltak gyerekhalottai, oké, és Afganisztán, és Irak. Miről beszélünk? Tehát ennyire nem mentek szubjektív. Itt tartunk jelenleg egy megjegyzési jelenleg a világon. A megvédő Fattenbock tömörgélyes vegyi fegyverek, ABC fegyverek 96-98%-a orosz-amerikai kézen van. Oroszország ellen nem lehet máború viselni, mond csak vége. További kérdés, a Fátúr. Köszönöm, fölveszem a szlovák állampolgárságot is, rászavazok. Köszönöm. Tiszteltem, Csók Ákos vagyok. Az elnök úrhoz lenne egy kérdésem. Magyarország közmegítélése a szlovákok körében érezhetően egyre jobban javul. A két ország kapcsolata és Robert Fico és Orbán Viktor kapcsolata talán soha nem volt olyan jó, mint most. Mi felvidéki magyarok ebből a helyzetből remélhetünk a jövőben valami pozitívumot? Hogy gondolod, hogy lehet ezen a túl? Igen, részben erről már szóltam, de hát nyilván a 2016-os választások sok mindent eldöntenek. Tehát ilyen szempontból a parlament összetétele nagyon fontos, hogy fog alakulni, mert ahhoz, hogy foglalkozzanak az ügyeinkkel, ahhoz azokat oda is kerül a parlament elé, azzal foglalkozni is kell a parlamentben, és ez egy másik beszélgetésnek ennek igazán a témája, de igen, mindegy szóval én azt hiszem, hogy tágulhatnak a lehetőségek, továbbra sem gondolom azt, hogy innentől túl nagy nyitottság lesz, de hogy ez a zárkózott állapot, ez változik, az kétségkívül, hogy így van. Emlékezzük vissza, 2010-ben kettős állampolgárság mellett összehívták ugye a belbiztonsági tanácsot, rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze, jelen helyzetben azt hiszem, hogy erre nincs hangulat Szlovákián belül, és ez egy jó dolog, tehát ha már hangulat nincs arra, hogy biztonságpolitikai kérdést csináljuk ezekből az ügyekből, hanem ezt lehet két szomszédos ország jó viszonyán keresztül, az emberi jogon keresztül megközelíteni, akkor tudunk elérni eredményeket, de 2016-os választások után ezt a parlamentbe föl is kell vetni. Itt látok először a Misi, aztán ott át tud még egy. Köszönöm, Gyuri Hányok. Ógrádi Kovászokba szeretném kérdezni, hogy vannak ilyen elméletek is, hogy ez a hatalmas anyagi potenciál, amivel támogatják a migránspolitikát az európai országok, akár egy külön ország is lehetne létrehozni részükre. Egy amerikai milliós bazi nevű, azt is javasolt, hogy egy külön szigetet lehetne talán nekik venni. Egyóta javasolt, hogy egy vörös szigetet, ha megvennek, akkor két legyenek egy csapásra. Görögöket is támogatásra tudnák nyújtani. És nyilvánvalóan egyébként önnel, hogy ezek az emberek ezután már nem mondhatnák, hogy menekülként érkeznek, ugye Görögországban, Bosznián, Szerbián keresztül is ki a gördögöldözéket, a Boszniában a lakosság többsége muszlim, hogy nyugatra tovább terjeszkedjenek. Így való, a valódi menekültek ebben az országban sem mehetnek. Van ennek reális esélye is, vagy ez csak egy állam? Az előző kérdésre egy mondhatok, hogy miért aztán válaszol. Magyarországnak a rendszerváltáskor 5 szomszédja van, lesz 7. Ezek a szomszédaink, nekünk ezekkel az országokkal jó kapcsolatokat kell kialakítani. Még egy megjegyzés. Európában Magyarországnak egy stratégiai nagyhatalom szövetségese volt, van és kell, hogy legyen, ez felé. Most válaszolok a kérdésére. A tegeződést annyit, hogy mi évek óta tegeződünk, de az, hogy műsorban magázódunk, rendben van. Bemegyek a tévében, mindig kérdezem, hogy műsorban magázódunk. Ezek után szia a riporter. Na, beszélj arról, hogy mondom, oké. A sziget ötlet az egy valami fura ötlet, mert felvetette egy egyiptomi szupergazdag ember, hogy venne egy szigetet a migránsoknak Görögországban. Kiváló az ötlet. Amelyik görög kormány elad egy szigetet, azt másnap fölkócolják. Következő.
Eddig a németeket ízérgették, hogy micsoda dolog, hogy akarnak Fülöp-szigeteket venni. Három. Aki ismeri Görögországot, az tudja, hogy a szigetek 90%-a lakhatatlan. Nem lakhatlan, lakhatatlan. Nincs út, nincs kikötés, nincs édesvíz. Na most ezek után a migránsokat oda küldeni, egy érdekes ötlet, következő. Azért annyit tisztázom, én állandóan elég sok minden nézeketek. 100-200 000 euróért már egy jobb szigetet lehet kapni a világon. Tehát ez nem akkora pénz, hogy valaki hasra esen. Ennek semmiféle realitása nincs, mert oda küldött palikat, ahol nincs lakás, nincs semmi, hát ők föllázadnak. Jelenleg már Németországban is lázadnak. Mielőtt jöttem ide, még a 6 órás magyar éreket megnéztem a szállodában, ahol elmondták, hogy micsoda dolog, hogy ők olyan ételt kapnak, amit európaiaknak főznek, ez nekik nem jó. Hát bocsi, ez nem kívánságműsor. Baden-Württembergből átküldtek Brandenburgba a migránsokat, mire közölték, meghúzták a vészéket, hogy kelet-német területen nem hajlandók élni. Hát ezek nehéz, utolsó megjegyzés. Én végigjártam Afganisztánt, végigjártam Koszovót, Koreát, stb. Afganisztánban a német bázison voltunk, ahol a németek a zsömlét is Németországból hozzák. De a kávét és a teját a helyi afgánok főzik. És mondtam a német táborparancsnoknak, hogy mi van akkor, ha megmérgezik a kávét. Hát lent egyesével vadászák a németeket, itt egyszerre meg lehetne több száz vagy több ezer ember ölni. Mire az volt a válasz, hogy rosszul látom, ez a tipikus kínai válasz, minden évegyszer vagyok Kínában, ez a alapválasz, és közölték, hogy amíg a törzsönök megkapja a havi pénzt, addig nincs mérgezés. Na oké, okay, de ha egyszer egy informatikai szakadék lesz, akkor baromi kász van. Tehát a szigetök lehet egy más útra, jó, hogy ne lássak senkit 3 hétig, mondjuk a 4. héten már nem, a világ legcsodálatosabb embere, morál oldaláról közelít.
de a politika dolga, hogy a politikai realitások alapján nagyon választ, és a kettő sajnos ütközik. Tehát nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek, és minél később tudja Európa közös nyelvet beszélni, annál nehezebb lesz a megoldás. Ezen emberek döntő részét soha nem tudjuk visszaküldeni, többek között azért, mert a visszaküldés Németországba tartományi feladat, és nem hajlandó visszamenni. Ebben az évben, az első fél évben a Németországba beérkezett migránsok 40%-a jött a volt jugoszláv államokból és Albániából, tehát a Balkánból. Ő 99%-ot a németek kiutasítottak, de döntő részük nem hajlandó visszamenni. Itt tartunk, és szörnyű nehéz ez a kérdés, mert ütközik nagyon sok mindennel. A német törvények szerint kiskorúk nem utasíthatok ki, tehát 18. születésnapján várják ki. Mire azt mondják, ha már itt volt 3 évig micsoda embertelen megoldás. Oké, de ki kérte, hogy jöjjön ide? Ki kérte, hogy jöjjön ide egy olyan országból, ahol nincs ilyen politikai probléma? Utolsó megjegyzés. Pakisztán. Hát pár héttel ezelőtt néztem egy pakisztáni nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy muzulmán is el kellett menekülni. 200 millió ember van Pakisztánból, 99% muzulmán. Afganisztánból 1 millió ember úton van. Elképesztő tragédiák előtt áll Európa, ha nem tudja ezt a kérdést rendezni. Azt mondta most az egyik német vezető, hogy erőszakkal, nagyobb erőszakkal kell válaszolni. Nem akarok példát mondani, mert nem leszek még kevésbé leszek szimpatikus. Szomáliai partoknál megjelent a kínai flotta. Mi, ha elfogtunk egy kalóz, bíróság, Hamburg 20 év börtön, USA 20 év börtön, a kínaiak helyszínen kivégezték. Én nem mondom, hogy a kérdésnek volna, hogy ha megérik, hogy kiegészítsen, bár megy a teremben is miért látják pontosan majd, de ez egy olyan térkép, ami a sajtóban megjelent, ahol pirossal rajzolták be az Ázsia, Afrika és Európa térképe azokat az országokat, ahol veszélyben vannak, fizikai veszélyben vannak a nemzeti közösségek, kisebbségek. Az Európa Unió tagországai itt nincsenek, de láthatjuk, hogy Afrika, Ázsia, Oroszországot csinne rajzolták, ezért eléggé sok ez a piros. Ez amiről a professzor úr beszélt, hogy háború több országban is zajlik jelen pillanatban, hál' Istennek, hogy ez bennünket elkerült, és jogos ennek a félelemnek a felvetése, hogy hova fejlődhet el ez a dolog. Ugyanakkor pánikolni sem szabad. Ugye a japánok nagy ereje az, hogy ők nem pánikolnak. Jön a japán földrengés, és akkor elképesztő lélek jelenléttel mentik egymást a vagyont, és ez a japán nemzet önmaradásának és erejének az egyik oka. Én is azt hiszem, hogy a gond az nagy, a gond az jelentős, de én azt hiszem, hogy ezzel Európa vele bírhat. Az is nagyon fontos számomra, hogy bár Európával sokkal kritikusabbak vagyunk, és én magam is sokkal kritikusabb vagyok, mint a csatlakozás pillanatában voltam, talán egy kicsit illuzórikus, naiv elképzeléseik voltak az Európa Uniót tekintve, de ugyanakkor nincs más. Tehát továbbra is mindenki óva jutott attól, hogy esetleg annak örüljön, hogy ez az Európa Unió széteséséhez vezethet, az nekünk nem jó. Tehát akárhogy is nézzük, hogy 5 milliós Szlovákia, 10 milliós Magyarország ma ebben a versenyhelyzetben, ami kialakult, nem tudja önmagát fenntartani, megvédeni, csak akkor, hogyha egy ilyen Európa Unió valahogyan működőképessé válik, és valahogy működni fog. Ne felejtsük el Kínának, hogy 1,3 milliárd lakosa van, Indiának 1,1 milliárd lakosa van, a világ átalakult. Korábban, amíg ilyen terrortámadásokat látunk a tévében, mondhattuk azt, hogy ez bennünket nem érdekel, most már érdekel, mert jönnek ide azok az emberek, akik konfliktusos vidéketől származnak, tehát bennünket igenis, hogy kell, hogy érdekel ez a dolog, és számunkra az Európa Unió egy olyan eszköz, amivel élni kell, minden nehézsége és minden baj ellenére az Európa Unió az egyik megoldása lehet ennek a kérdésnek. Az tény is, hogy az Európa Unióban én is úgy látom, hogy itt komoly politikai földcsuszamlások lehetnek néhány országban. Kérdés, hogy ebből kik jönnek ki győztesen. Annak is megvan a veszélye, hogy esetleg valami extrém csoportok nyerhetnek a választásokon. Volt ez már néhány szó, hogy Európában. De épp ezért az Európa Uniós közeg hozzájárulhat ahhoz, hogy lehet, hogy néhány politikus bukni fog, de lehet, hogy megjelennek a megoldások, és bízni kell abban, és dolgozni is kell ezen. Itt Szlovákiában és a parlamenti választások során lehetőleg nem az extrémisták jussanak hatalomhoz, mert lehet, hogy néhány kérdésre könnyű válaszokat adnak, de nem reális és nem végkezhető válaszokat adnak ezekre az égető problémákra. Magyarán
azért pánikolnunk meg kell, a baj itt van, a gond itt van, de ez egy elég erős ez a közösség, az európai közösség ahhoz, hogy ez megoldást hozzon, nem beszélve arra, hogy a demokrácia lehetővé teszi, hogy politikusok éljenek, menjenek, aki ma nem tud választani ezekre a kérdésekre, vagy nem olyan választani, hogy az emberek szemszögéből kielégítő, az meg fog bukni a következő választásokon. És ennek köszönhetően gondolom én, hogy Európa ebből a bajból is ki fog kerülni, meg tudja védeni végül is önmagát, de ez egy bizonyos ideig el fog tartani. Néhány gyors megjegyzéssel egyetértek. Azt mondta elnök úr, hogy bízni kell. Igen. Mit mond Cromwell? Bízzál Istenbe, és talajszál azon a puskaport. Egyetértek. Második megjegyzés. Amikor mi ez a térség bekerül az Európai Unióba, két választásunk volt. Vagy bekerülünk, és nem kapjuk meg azokat a lehetőségeket, amit eddig megkaptak a görögök, spanyolok, portugálok, tehát nem járnak olyan jól, vagy nem kerülünk be, és még rosszabbul járunk. Tehát ezt el kell mondani. Japán. Hát rendkívül érdekes az, hogy a japán diplomácia vezetői Pesten rendszeresen bejönnek hozzá. És elmondják azt, hogy nagyon szépen kérik, hogy a tévébe szerepeljek Japánról, mert értsen meg azt, hogy egy, náluk minimális a muzulmán kisebbség, és bíztak benne, hogy soha nem lesz merénylet japánok ellen, hiszen ők nem avatkoznak be Japánon kívül semmibe. A két japán lefejezésre japán politikát borítottak, kettő, félnek Kínától. Beszéljek erről is. Mondtam, hogy jó, de mit kapok cserébe. Ez két pipályos japán csaj volt. Mondták, mire gondolok? Mondom, két-két puszi megállapodtunk. Na jó, holnap reggel beszélek Japánról, most kérem a puszit. Tehát minden országnak megvan a maga baja ebben az új világrendben, és mindenki próbál ebből viszonylag jól kijönni. Ennyi. Szeretik volna mindenképpen zárni, de a két vendég dobott fel egy magas labdát, amit mindenképp meg kéne ütni és meg kéne beszélni, hogy közös hadsereg. Tehát ugye az Európa Unió egy jó, tehát egy gazdasági összefogás, egy összeegyszövetség, közös hadseregről mi a véleményük, az az érdekes helyzet alakul ki, hogy nem tudjuk a saját határainkat megvédeni, gyakorlatilag függünk két, illetve három geopolitikai hatalomtól, kérdésem közös hadsereg. Jó, én akartam, hogy egy gyors pályázatot én akkor mondom fejlőd. Egy. Jelenleg a világon három globális játékos van, sorrendben USA, Kína, Oroszország. Kettő. Ez azt jelenti, hogy Európa már régeségűen globális játékos. Három. A három játékosból csak az USA-nak van szövetségi rendszer, a többinek nincs. Négy. Pár éven belül Kína bruttó GDP-vel hagyja az USA-t, ezért sok hatást fog kiváltani. Öt. Idén először az USA-hoz újszülő gyerekek 49%-a fehér. Új helyzet van, Európa. Egy európai hadsereget lehetetlen létrehozni. Ez olyan, hogy én és Claudia Schiffer 50%-ba igen, ő nem tudja, hogy létezem, de hihetetlen. Egy. 1990-es években, mit kapok a nejemtől, valahol majd alszak. 90-es években a NATO katonai kiadás 50%-a volt USA. Jelenleg 74. Miért? Mert Európa leszerel. Én el tudom mondani, hogy melyik ország hány százalékkal csökkentette a katonai kiadást, drasztikus volt a cseh, a szlovák és a magyar csökkentés. Következő. Mit mondanak az amerikaiak? Húzzuk létre az európai hadsereget, csak arra vigyázzunk, hogy semmit ne duplázzuk, ami a NATO-ban megvan, az már nem kell. Na most, mert a NATO-ban mindennek van, ettől kezdve európai hadsereget létrehozni lehetetlen. Következő. Hírszerzés. Én, mint európai polgár, elítélem az USA-t ezért a mocskos hírszerzésért, amit az NSZ csinál. Mi csinál? A hírszerzés gazdasági, a hírszerzés 90%-a a gazdasági hírszerzés. Igen. De én, mint Európa, nem tudok ezzel a hírszerzéssel élni, mert nincs meg a képességem. Meg lehetne? Igen. Mi kellene hozzá? A Monte Cuccoli azt mondta, hogy három dolog. Pénz, pénz és pénz. Nincs pénz. Nem vagyunk hajlandók erre áldozni. Tehát én, mint Európa függök az USA-tól, jugoszláv háború. Miért nem tudta Európa egyedül a jugoszláv háborút eldönteni? Mert nem volt légi utántörtésünk, most nem mondják, hogy a franciáknak van 10-valán gépe, ilyetekből 8 nem tud felszállni. Nem volt megfelelő haditengerészetünk, és nem volt műholdas képzeltésünk. Tehát valami jó kérdés, én nagyon szeretem a von der Leyen-t, a német védelmi minisztert, aki azt mondta, hogy jó esetben akkor lesz európai hadsereg, ha az ő unokái zöldön. Köszönöm.
tapasztaltam én is, hogy az Egyesült Államok egyszerűen ellenérdekel egy európai önálló valamilyen hadi egység felállításában, és valahol az Európának is hosszú évekig megfelel, talán a mai napig, mert így nagyobb kiadásokat lehet fordítani a szociális jóléti társadalomra. Azt szokták mondani, hogy Amerika pénzéből Európa békében él, és jól ellátja a saját munkanélküléit esetleg, és óriási fizetést ad a munkavállalóknak. Az Európának valahol sokáig megfelel, szerintem most itt van ez a pillanat, amikor ez egyre kellemetlenebb lesz, köszönhetően annak is, hogy Oroszország újra mutatja az erejét, Ukrajnában a helyzet kritikus, tehát ilyen szempontból Európa új kihívás elé áll. De ettől nagyon messze van valóban Európa, a franciák azok a NATO-n belül is egy önálló életet élnek, ugye inkább kint vannak, mint bent. Nagyon nehéz összehozni az Európa Uniós ilyen jellegű kezdeményezéseket, viszont annyi jó, hogy akár a délindek szintén, akár itt a szomszédpolitika szintén vannak közös katonai akciók, vannak közös katonai tervek, és ez jó, mert ez megint csak a bizalmi szférát erősíti akár Szlovákia, Magyarország, vagy éppen Csehország között. Addig, amíg közös vezetés alatt vannak katonai egységek, akár Afganisztánban, akár máshol, abban az esetben nem lehet azt mondani, hogy a két ország között bizalmatlanság van, vagy a két ország között feszültség van, amikor közös vezetés alatt vannak élet-halálra kitéve katonák, szlovák és magyar katonák valahol, akár Afganisztán vagy bárhol máshol a világon. És erre az utóbbi években nagyon sok példa volt, és erre keveset hivatkoztunk erre egyébként, hogy milyen bizalmatlanságról beszélnek itt a szlovák politikusok néhánya, amikor ilyen jellegű közös aktivitások pedig vannak. Most ez a migráns politika biztos, hogy közelebb hozza egymáshoz a rendőrséget is, a rendőrségeket ebben a térségben, de közelebb fogja hozni a hadsereget is, hiszen erről beszéltünk, hogy csehek is ajánlották már az élelődő segítségüket. Ez bizonyos szempontból átalakíthatja megint csak az itteni biztonságpolitikát ezekben az országokban, ami jó dolog. Röviden visszatérve, tehát én is úgy látom professzorral teljesítés egyetértve, hogy jó lenne, én úgy érzem, hogy jó lenne, ha lenne egy ilyen közös európai haderő, de jelen pillanatban ez inkább az illúzió és az utópia szintjén mozog, de a regionális együttműködéseket nekünk támogatni kell, mert az ilyen regionális együttműködések azok egyszerűen segítenek az itt élő embereknek, és segítenek nekünk, mint felvidéki magyarok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy ilyen nagyon szép számra ellátogattak hozzánk. Köszönjük ma esti vendégeinknek, Nográdi Győrnek, biztonságpolitikai szakértőnek, meg fogják találni a hetekben, egy után. Köszönjük, még egyszer jó éjszakát kívánok!